És akkor mondtam a feleségemnek, figyelj, hadd valósítsam meg azt az álmomat, hogy én 3 hónapra elmegyek egy idegen városba lakni, mert nekem ez volt a álmom, hogy lássam, hogy mi van ott a kultúra, nyelv, akármi, stb. Legjobb barátom ott élt, ezért Sydney lett belőle. Elmentem ott a iskolába, üzleti angol tanulni, és én ott tapasztaltam meg azt, amit az életemet nagyon meghatározta előtte, hogy amit én itt magyarázok barátoknak, mint mindenki azt, hogy hülye vagy. Ha, ez hülyeség, hülyeség. És én állam, és ezzel a mindsettel mentem oda, hogy én vagyok a repülő. És amikor ott voltam Sydneyben, érdekes módon mondtam ugyanazokat a dolgokat, és ott mindenki bólogatott, és elfogadta. És azt mondták, hogy rendben vagyok. És akkor kaptam 36 évesen visszaigazolást arról, hogy én mégsem vagyok hülye. Igen. És én azt választom, amit szerintem senki nem választana, hogy negyed annyit keres, és 4-szer annyit dolgozik, azért, hogy vagy megvalósít egy amerikai álmot, vagy nem. Na most ebben olyan hullámvölgyek vannak, amit nem tudtok elképzelni, tehát nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor volt az, hogy na jó, itt a vége, elegem van, faszom ki van az egésze. Tehát, hogy ez egy ilyen biznisz, ez egy ilyen dolog, tehát, hogy ezt viccesen szokták mondani, hogy van mindenféle felmérés, ilyen Harvardi, meg nem tudom, micsoda, hogy milyen üzleti mutatók, és hogy nem tudom, micsoda, és van ilyen vastag könyvről, ahol hogy kell elemezni azt, hogy az adott üzlet milyen marketing, meg egyéb piaci körülmények között, milyen, hogy lehetne üzlet sikeres, és mi az, amikor be kell fejezni, tehát nincs remény, de a gyakorlat azt mutatja, hogy akkor, amikor tele van a faszod. Amikor megírtam ezt a könyvet, főleg amikor elkezdtem ezeknek a videóját csinálni, akkor azt mondtam, engem nem érdekel, hogyha téged ez nem érdekel, vagy nem értesz egyet, nem fogok veled vitatkozni, nem foglak téged győzködni, tehát én nem akarlak meggyőzni. Én mondom a saját hülyeségemet, vagy velem tartasz, vagy nem. Vagy érdekel, vagy úgy gondolod, hogy ez jó, vagy nem. Nem érdekel. Tehát ha valaki, már látom, hogy úgy kommentel, hogy olyan mindsetje van, ami nagyon messze van ettől, nem azért, mert más, hanem mert nem való, ide tiltom ki, kész. Uh-huh. Szerintem nálam van a legtöbb ember kitiltva a Facebook oldalakból, ami létezhet, mert hogyha nem oda való, nem akarom, hogy olyan kommentekkel legyen tele, ami irreleváns. Tehát ez nem index, hogy ilyen komment folyam, hogy a hülyéknél, tehát hogy na, tehát itt értelmes dolgok legyenek benne. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Elég csak, hogy figyeld a fületem. Te kérdezted volna. Hogy volt ez? Ez csak még nem veszük, bár már úgy tűnik, hogy veszük. Egy könyvet tartok a kezemben. Imádom a könyveket, imádom a könyvnek az illatát, meg hogy egyáltalán lapozgatni, olvasni. Általános iskolában még azért annyira nem szerettem, de verseket imádtam olvasni, meg sőt írtam is rengeteg dalszöveget, meg mit csinálsz? Nézem a távolságot. Ja, bocsánat. Ja, hogy ezt neked ott tízek? Bocsánat, ez jó. Nem, csak hogy azt néztem. És most ez a könyv, ez nagyon megfogott engem, köszi. Legfőképpen a külön alakja, mert sajnos még nem olvastam, ezt bevallom őszintén. De ez a külső... Már ez, még 30-at eladtunk, mire ide jöttünk. Ez a... Ne beszélj már, kérdés vendég. Igen, bocsánat. Ne, csak hülyéskedek. Peti, add vissza, nagyon jó volt ez a kép. Így, jó, oké. Okay. Tehát, hogy ez a farkas az számomra egész életemben meghatározó ember vagy állat volt, mert valahogy a prérin, ahogy közlekednek csapatban, de közlekednek szólóban is, úgy annyira tetszett mindig, hogy nem kötődik semmihez, senkihez, ő csinálja maga dolgát, megy előre, és amit ti biztos tudtatok, én nem olyan régen tudtam meg, hogy egy ilyen farkas csordában nem elől mennek a nagyon kemény farkasok, hanem leghátul. És azért mennek leghátul, mert figyelik, hogy elő mi történik, mert ha gáz van, ő odaér, és ott segít. Ha elő mindig a gyengébek mennek, és ő csak figyel hátulról. Les. Na mindegy, ez ennyit a farkasról. És itt van egy fiatal ember, Barazsai Ákos, köszönjük szépen, hogy eljöttél. És elhoztad ezeket a gyönyörű kötetű könyveket, már adogok, átveszem Petitől. Farkas törvények az életben. És ez jó, ez az első szemre, tehát annyira megfogja a szememet, hogy hihetetlen. Ez egy nagyon ügyes könyv, jó könyv. Köszönöm szépen. Kíváncsi vagyok, mi van benne, majd egyszer is olvasom. A legjobb az, hogy önmagában már a farkas, anélkül, hogy elolvasnád a címét vagy a címét a könyvnek, már
predesztinálja a mondani valót. Uh-huh. És ez, nagyon sokan, akik így meglátták először a könyvet, volt egy kínai, aki nem is tudta nyilván elolvasni, de mondta, hogy kb. Miről szól a könyv, csak a farkas. Nem mondod. Ne. Igen, mert annyira szimbolikus állat, meg ahogy nézít ez az állat, ez valami, nem lennék ott vele szemben most egyébként ilyen 2 méter távolságon belül, de nagyon jó. Akkor a másik, ugye a alatta lévő címja, Péter, beadod még egyszer, vagy én mutassam? Igen, a bevétel erősíti a szabályt. Ez nagyon csúcs, hogy én 57 évesen úgy értékelem az embereket, sokféleképpen, de az is egy meghatározó, hogy ki az, aki szereti a pénzt, ki az, aki nem szereti a pénzt, vagy nem foglalkozik vele. Én mondjuk a nem foglalkozik vele kategóriába tartozom, de akik szeretik a pénzt, azt veszem észre, hogy ők ilyen nagyon tudatosan élnek, vagy hogy lehet ezt jól megfogalmazni. Ezt csak én így elképzelem most magam, hogy ezt hogy kellene bekonferálnom, de hogy ilyen nagyon szabványosan, nagyon szabályosan, nagyon előre kigondolt lépések, ütemszerű élet, meg még ilyen hasonló dolgok. Na most én nem tartozom ebbe. Aha. Hát akkor csináljuk úgy, hogy kezdjük úgy, hogy sziasztok, örömmel üdvözlök mindenkit, Barazsi Ákos vagyok, aki ezek szerint szereti a pénzt. De az én tapasztalatom az, hogy az, aki látszólag szereti a pénzt, az valójában nem a pénzt szereti, hanem azt, ami biztonságot ad ebben a világban, hogyha van, illetve azt gondolom, hogy sokkal fontosabb a pénzszerzésnek a folyamata? Hát a folyamata, meg igen, a pénzkereseti képességnek a fenntartása és kialakítása. Ez jó, ez ügyes. Ugye? Ez ügyes. Mert hogy nem az a kérdés, hogy mennyi pénzed van, az valószínűleg, ha nem örökölted, akkor az a korábbi, hogy most mondjam, munkásságodnak, intézkedéseidnek az eredménye, és nem ez határozza meg alapvetően az életminőségedet vagy a jövődet, hanem az, hogy ezáltal, ezen az úton milyen képességet alakítottál ki magadban, és milyen képességet tartasz fent a mindig változó világban ahhoz, hogy ezt tudjad olyan mértékben fenntartani, hogy ez téged mindig eltartson olyan életminőségben, kvázi biztonságban, ami a te hát a sikereidhez, hogyha ez a lényeg, vagy inkább a jövődhöz, a biztonságérzetedhez kell. Ugye ezt most New Yorkban csináljuk, ezt a rádiót, vagy mi ez? Podcastet. és most én úgy kerültem ide, hogy ugye... Nem sok dolgotok lesz. Szóval úgy kerültem ide, hogy... De majd azért majd kikérdezzel, hogy röviden 3 éve alapítottam az amerikai cégemet. Várjál, Ákos. Ezt nekem mondanom, mert ez ide tartozik, hogyha... Bocsánat. Én kérek el. Nem tudtam a Covid miatt jönni, jöttem, és most tehát ide jöttem ősszel Amerikába, és belekerültem egy olyan helyzetbe, amikor azt tudtam mutatni a feleségemnek, hogy figyelj, de nézd meg, hogy hogy élnek itt a nyugdíjasok, meg hogy élnek mondjuk otthon az átlag nyugdíjasok, melyik akarunk lenni, és az azt kell csinálnunk, hogy. És annak a része, hogy Amerikába kell jönnöm időnként, hogy itt képviseljem a cégemet. Ezért vagyok most itt, és most, hogyha úgy tetszik, akkor szeretnék majd olyan amerikai nyugdíjas lenni, mondjuk Magyarországon, amit az amerikaiak tudnak, ehhez meg ez az út kell, és nem szeretnék olyan magyar nyugdíjas lenni, amit otthon látok, és az a példa motivál, hogy hogyan ne legyenek olyan. Én csak azt akartam az előbb mondani, hogy azért kerültél ide, azért jöttél el hozzánk, mert a kedves barátom, a Nagy Tomi azt mondta, hogy mindenféleképpen ismerjenek meg téged. És mondom neki, hogy oké, de ki az Ákos? És akkor elküldött egy ilyen Facebook profilszerű valamit, és én ugye a technikai zseni vagyok, és mondom neki, Ákos, hát én ismerem, vagy Ákos, mondom, Tamás. Hát én ismerem, Ákosnak ilyen, nem mondod. Mert néztem mindig a videóidat, meg amiket föltettél. Ki ez? Ez mekkora arc, ez hihetetlen. És amit az előbb kint mondom a konyhában, hogy van ez a, csinálod a videót Floridában valamelyik utcán, vagy nem tudom hol, és jön egy amerikai papa, és valamit ott kommunikáltok, hogy ő pénzért odaadja az autóját, vagy bemutathatok. Nem, hogy pénzért lefényképezhet, vagy fotózhatom a házát. És mondtam, hogy hát nem, ez fordítva működik, hogy nekem szoktak ezért fizetni. És akkor azt így lekezelted minden, és mondom, ez mekkora arc hallott, hát ez hihetetlen. És ezzel a lendülettel én tovább is mentem, ugye intéztem a dolgaimat, nézegettem tovább, és utána megjön a Tamás, hogy
mindenféleképpen találkozunk meg, hozzuk össze. Mondom, figyelj, jó, hát add meg a kontaktot, leírjuk. Erre én írok neked, hát fú, nagyon köszi meg, egyébként is jövök meg, blablabla, és elmesélem röviden, hogy én ki vagyok, minden, erre Ákos visszaírja. Hát tényleg nem egy hajóban nevezünk. Na mondom, ez jó kezdődik, de így volt, nem? Hát kávé. Én ilyen egyenes vagyok, szóval nem szoktam nagyon kertelni. Sokkal jobb is, mint hogyha ilyen körülírtad volna, és akkor na mondom, ez jó lesz, ez franga, most már azért is kíváncsi vagyok rá mindenféleképpen, de hát semmi, csak egy... Nincs ezzel probléma, csak egy megállapítást tettem. Na jó, akkor folyt köv. Tehát akkor azért vagy itt Amerikában, és ráadásul újságol, de mindenkinek rengeteg helyre mész, és nagyon sok emberrel találkozol, és elmeséled a dolgaidat, meg hát tudják is a dolgaidat, és egy ilyen közönség találkozós valami megfejtésben vagy most? Hát ugye alapvetően vállalkozó vagyok Magyarországon, ugye több cégem is van, informatika, szoftver területen, ilyen ugye az amerikai cégem is, és amikor írtam ezt a könyvet, akkor gondolkodtam, hogy hogyan lehetne ezt marketingelni, mert ugye ezt saját kiadásba adtam ki, mert hogy magamnál akartam tartani a profitot, ha már írok egy olyan könyvet, hogy a bevétel erősíti a szabályt, nem? Tehát, hogy akkor keressünk rajta pénzt. És egyébként egy olyan könyv, ahol ellentétben nagyon sok más könyvvel nem arról van szó, hogy ez egy ilyen termékpiramisnak az alsó része, hogy utána ott vegyél valamit, meg direkt nem is arról szól, hogy bár érnek ilyen vádak, hogy túl sokat beszélek az egyik cégemről, másik cégemről, egyáltalán semmi ilyen nincsen benne, hogy ebből még venned kéne valamit, hanem egész egyszerűen azért írok ezekről, mert nem tudok másról, hiszen ezt éltem meg, ezeket csináltam végén, ezek az én vállalkozói életemnek a része, nem más, ezt tudom hitelesen előadni, és a célja a könyvnek az, hogy ezt a tudást átadjam, és az, hogy ugyanis nekem nagyon elegem volt abból Magyarországon, hogy nagyon nehezen keresem meg a pénzemet, tehát iszonyú sokat dolgozom, és nem tudom értelmesen elkölteni, mert nagyon kevés az olyan szolgáltató, ahol olyan szinten szolgálják ki mondjuk az ügyfeleket, bármiről legyen szó, mint ahogy én kiszolgálom a saját cégemben. És azt gondoltam, hogy ha ezt a tudást átadom, meg ezt hogy ez egy igény, akkor többen lesznek, akik veszik ezt az adást, és én majd értelmesebben tudom elkölteni a pénzemet. És nem álltam, hogy csak miattam, de azt gondolom, hogy vagyok hatással annyira, hogy ez részben már sikerült Magyarországon. És ezért, hogy ezt a könyvet el tudjam adni, jobb ötlet híján elkezdtem. Régebben blogoltam, 2005 óta blogolok cégesen, de a könyv miatt elkezdtem a teljesen független a cégeimtől, tehát alig szoktam megemlíteni őket, mert nem az a lényeg, hanem a vállalkozói szellemet szoktam promotálni, bemutatni, kommunikálni, bármit is csinálni a könyv által. És egy nagyon szép követőtábor, most már durván 100 000-es, ami Magyarországon szép, 100 000-es követőszáborom van. Így se rossz azért. Igen, de hát kis ország, kis foci, erre is büszke vagyok, és ez a 100 000-es tábor azért már elég arra, hogy már elég sok helyen ismer. Magyarországon szinte már mindenki látott, mármint aki így az üzleti életben számít, és azért nagyon, tényleg Amerikától Ausztráliáig rengeteg követőm van, és a könyvet is megvették több helyen, illetve a szoftvereimet is most már mondhatom azt, hogy az amerikai cégem miatt most már a világon, bár Amerikára célzunk be, de már egyre több helyen veszik meg. És tehát ez így gyakorlatilag most már a legkevésbé, hogy olyan populáris videóm is mindig pár 10 000-es megtekintést elér. A legjobb videóim azok meg ilyen 3,3 milliós megtekintést is tudnak összehozni, ami igen, az már olyan, amikor már többször látod ugyanazt a videót Magyarországon, és mindenki, aki mondjuk ilyen az aktív azért közösségben nagyon tartozik. Az nagyon tuti, ügyes vagy. Hát lassan már 1000, kb. 1000 videónál tartok már, és átlagosan 17 perc egy ilyen videóm, tehát itt nem TikTok, a TikTokon nem vagyok annyira sikeres, mert nem az egyperces kategória vagyok, tehát én szeretem a gondolatokat kifejteni, és szeretem azt, hogyha megértik azt, hogy mit miért csinálok, és hogyha ki tudom fejteni, és ilyenkor nyilvánvalóan elvesztem azokat a hallgatókat, nézőket, akik az egyperces macskás videókra vágynak, de hát nem is ők a célcsoport. Igen, megünk nem is közelek el nézni téged. Várjál, Péter, kérdéscsoportokat írtál föl, és körülbelül 4 darab A4-es oldalt írtál tele mind a két oldalon, de még mielőtt hozzákezdeni, az volt az érdekes, hogy a Pétert
összehoztalak veled, vagy kettőtöket összehoztalak, és a Peti azt mondta, hogy fú, figyelj, ez az Ákos, én az egyik könyvét el is olvastam, most tartok a másodnak a felénél, és fú, be volt innen, és azt mondja, hogy te ez tényleg azt mondja, amit én idáig nem tudtam. Na most tudni kell róla, hogy ő mindent tud, mindent is, érted? És erre ezt, de mi így volt, Péter? Nem egészen így volt, de igen. Na, hogy volt akkor? Mondjad életem most, hazudtolj meg itt a nyilvánosság előtt. Amit előbb akartam mondani, hogy én, vagy amit neked mondtam, hogy elmondtam, hogy én elkezdtem hallgatni a könyvet, igen, és elkezdtem jegyzetelni. Nagyon ügyes vagy, négy piros. Azért, mert bazd meg, végre valaki azt mondja, amit én ezt hallgatok Amerikában 30 éve. És Magyarországon, és nekünk is ugyanez hasonló a stílusunk az, hogy mi akarjuk bebizonyítani, hogy figyelj, mi magyarok vagyunk, legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, de ne legyünk az, hogy ezek a, amit te is elmondasz a könyvedben, hogy azok a tipikus, amire azt mondjuk, hogy a tipikus magyar mentalitás, mert mindenki egyéni. De Peti, most nagyon elmentél. Várj, Peti, kérdezz csak meg. Nem kérdezem, csak azt akartam mondani, hogy te azt mondtad, hogy az Ákos pont arról beszél, amit egyébként te mindig is hallgattál, hát meg se születtél, mert akkor is hallgattad, de hogy jókat mond, mert pont erre voltál kíváncsi. És olyan dolgokat mond, amit te nem tartasz például soha, hogy ezek a, majd te felsorolod, hogy miket, és hogy pont erről beszél. Tehát, hogy nagyon sok coach van, meg pozitív gondolkodású ember, nagyon sokan csinálnak különböző dolgokat, csak az egy idő után uncsivá válik, és te meg azt mondtad, hogy gyakorlatilag mondja el az Ákos mindazt, hogy mit kellene csinálni. És tudod, mit kérdezett tőlem, hogy látszik, hogy marha sok amerikai ilyen előadót, ilyen motivátort hallgatsz, hogy kiket szoktál hallgatni? És mondom, hát figyelj, most én vagy írok, vagy hallgatok. Tehát nem, tényleg nem. Szégyellem, ha szeretném, kéne, nincs rá időm. Tehát én alapvetően vállalkozó vagyok, és amikor megyek be az irodába, vagy jövök haza az irodából, a kocsiban csinálom a videóimnak a 90%-át, mert akkor tudom megcsinálni. Vágás, nincs semmi, mert erre van időm. Ákos, ez a magyar valóság, ami benne van. Tehát ezt nem tanultam valahol, hanem a magyar valósághoz hozta ki belőlem. Ezt akartam kérdezni, hogy ez ennyi. Honnan jön neked? Innen, az élet. A tapasztalat, és, mind, és ennyi. És akkor ilyenkor te mondjuk tétezzük fel a könyvbe, most nem meséld el, csak hogy olyan dolgokat, gyakorlati dolgokat mesélsz el, ami veled megtörtént, és tudod, hogy esetleg nem volt jó az a baloldali irány, akkor lehet, hogy jobbra így kellett volna az Y-nal elmenni? Hát egyrészt igen, meg a konklúziókat, és, de leginkább ugye nem az lesz a... Tehát mondjuk azt, hogy ezek legtöbbször illusztráció. Hiszen egy vállalkozónak az a feladata, minden vállalkozás más, de nem mondhatjuk azt a kifogást, hogy jaj, hát azért lesz ez a könyv, hogy bármilyen anyag rossz, mert hogy az én vállalkozásom más. Hát persze, hogy más. Minden vállalkozás más, még ugyanabban az iparágban is. Ez a te céged attól tud életképes lenni, ha más. Mert egyébként nem tud életképes lenni. Ezért neked minden gondolatot le kell fordítanod a saját cégedre, hogy hogyan fogod ezt felhasználni, és ezekből tanulni kell, és itt a képességet, a pénztermelési képességet, az előrehaladás képességét kell elsajátítani belőle, ehhez van segítség. És ebben benne volt akkor már 20 éves vállalkozásom, ugye ezt 2016-ban írtam ezt a könyvet, de már én írtam korábban egy ilyen Google AdWords-ös kiadványt, ahol megtanultam, hogy olyat nem szabad írni, ami olyan gyorsan változik, mint a Google AdWords-ös felület. Tehát addigra én már megtanultam, és nagyon figyeltem arra, hogy ezekben, ez egy dupla könyv, ugye ez egyik a farkas törvények az életben, a másik a farkas törvények a cégben. Peti, most adj. Ja, várjál? Úgy. Igen. Ihetetlen. Kicsit húz vissza, hogy legyen fókuszban, úgyis már meg is vagyunk a technikával. Az egyik vastagabb, a másik vékony. Igen. Meg kell ugyanis alapozni, tehát ahhoz, hogy legyen egy életképes céged, azt az életedet is meg kell alapozni, hogy kész legyen az életed hozzá, hogy ezt az egészet, ami ehhez kell, befogadja. Szóval nagyon vigyáztam arra, hogy olyan dolgokat írjak le, ami golyóálló és időtálló. Nyilván 1000%-ig ezt nem lehet megtenni, de 90 sok százalékig igen, és ez sikerült is, hiszen látod, hogy most már 2016 óta, ha valaki 23-ban Amerikában kezébe veszi a könyvet, ami Amerika legalább 5 évvel előttünk jár üzletileg, de inkább több. Inkább 30. Akkor legyen 30. Még mindig tudsz ennyit jegyzetelni belőle, anélkül, hogy elolvastad volna az egészet. A legjobb reklámszövegem ezzel a könyvben egyébként az, hogy ha ezt a könyvet 20 évesen vettem volna a kezembe, akkor 30 évesen tartanék ott, mint most 40 évesen. Uh-huh. És ez teljesen igaz, tehát akár rám is, tehát hogyha én 20 évvel, ha én amikor 20 éves voltam, és valaki ezeket elmondja, akkor 10 évet nyerek az üzleti életemből, ami hát
nagyon meghatározó, tehát 10 év az 10 év. Na most Ákos. Várj, mondd el, légy szíves, nem tudom, hogy ez mennyire lesz publikus, vagy nem, de mondd el, hogy én miért voltam rád nagyon mérges. Hú, várjál. Akkor az volt, hogy figyelj, mondom, tök jó, első elkezdtünk beszélgetni, írtam egy könyvet, mondom, hangos könyv van. Ja. Erre azt mondja az Ákos, hogy persze, hogy van. Mondom, jó van, akkor küldj egy linket, én letöltöm, és megveszem. Erre, és akkor te mondd el a többi. Hát nem kell megvenned, majd lebarterózzuk, mert hozott mit kocsival, barátok közt is 70 dollár. De én azt mondtam. Opa, nézd egy pislag. Igen. De én azt mondtam. Látod, nem mindenki olyan, mint te, hogy csinálsz valamit, és ebből adjál egy hasznost. Nem, de pont ez van, hogy én mondtam, hogy nem, én mindenféleképpen ki akarom fizetni, mert ha valamit ingyen adsz, akkor az nem fog nekem semmit érni. Abszolút igazad van egyébként. Amikor én megírtam az könyvet, meséltem boldog-boldogtalannak, mármint rokonok, meg barátoknak, büszke voltam rá, stb. Adtam ingyen. Hát szerintem kettő, aki olvasta. De ami ingyen van, annak nincsen értéke. Különösen a rokonok és a barátok, jaj, már tudjuk az Ákos összes hülyeségét, már nem is vagyunk erre többre kíváncsiak. Tehát nekik nem érték, és rá kell, hogy jöjjél, hogy a rokonok, azért mert rokonaid vagy barátaid, azok nem egyenlőek nem egyenlő feltétlenül az üzleti érdeklődésük is, mint ahogy még az egyik cégemben az ügyfeleknek adtam, és rá kellett jönnöm, hogy van átfedés, de nagyon kicsi. Uh-huh. Tehát teljesen más, mondhatjuk azt, hogy 90%-ban mások az ügyfeleim, érdekes módon, az ügyfeleimnek, az ügyfélköre jellemzői, mint a könyvnek a vevőköre. És ez marha érdekes, de egyébként teljesen egyetértek veled, és én ugyanilyen vagyok, le is van írva a könyvbe, hogyha elmegyünk valakivel, találkozok, én vagyok az, aki mindig fizettem az étterembe, én vagyok az, aki mindenért inkább fizet, én nem akarok adósa lenni senkinek. Tehát én ezt tökre értem. Okay. Mennyibe kerül ez a könyv? Ez 15 000 forint a dupla könyv Magyarországon, tehát hogyha valaki Amerikába szeretné, akkor az elég húzós a szállítás, majd hogy most meg kéne oldanom ezt az itt ilyen nyomtatást. De várjál, de van nyomdász ismerésünk, a gondolod. Attila. De azt arról majd beszélünk meg Google-ba. Ezt mondom. De várja. Most ezt elmondom. Ez nem értem. És nyugodj már le, Péter. Nem, de ezt hagyd mondjam el. Nem, és azért mondom, mert nem hagyod, hogy befejezzem. 2,5 órán megy rá. Igen. És ilyenkor, amikor elkezdek veled beszélgetni, inkább, hogy hagytad volna, hogy elmondjam, most erre már rá fog menni 2-3 perc, mert már azt sem tudom, hogy mit akartam mondani. Most mondjad. Na, de várjál, oké, szóval, miről akartunk beszélni? Azt akartam mondani, hogy 15 000 forintba kerül ez a könyv. Igen. És, de te már és az adnád. Igen. Oké. Okay. Itt tudom, mit akarsz mondani. Az, hogy 15 000 forintért te megkapsz 20 év tapasztalatod. Akkor most az drága, vagy olcsó? Most amit ő 20 évig szenvedett, azt te 15 000 forintért megkapod. Szerintem ez egy bargain. Szerintem ez egy legjobb deal. De csak annak a legjobb deal, aki ezeket tudja értékelni, és aki kivitelezi ezeket a dolgokat. Tehát az, hogy elolvasol egy könyvet, nem történik semmi. Akkor történik valami, hogy ezeket megvalósítod. Ha mindent megvalósítasz ebből a könyvből, 10 év. Uh-huh. Nem kevesebb, 10 év. Tehát itt ezek olyan stratégiai dolgok, meg olyan, aminek idő kell, rengeteg dolog van benne, ami tehát tényleg minden tapasztalatom, ami addig 20 évig benne van, és egyébként ezekből a tapasztalatokból alapoztam meg azt, hogy Amerikába is jöhessünk, tehát hogy ez él. De ez is egy víziód volt egyébként, hogy itt Amerikában is valamit elkezdeni és indítani? Igen. És akkor ezek szerint te is nagyon sok mindent így vizuálsz magadban, elképzeled, hogy akkor ezt megcsinálom, és meg is teszel érte mindent. Jó, néha a zsákutcában mész, gondolom, de azért... Hát én olyan vagyok, igen, hogyha én megragadok egy csontot, akkor szemben. Tényleg? Kiásom a csontot, megragadom, és azt nem veszik ki a számból. Most tudom, csak képzeld el, olvastam, hogy január 20-án született. Az micsoda horoszkóp? A bak. Bak? Akkor te így mész előre. Nem? Megyek. Te nem számít semmi, meg sem állít senki. Nem. Hát ez is egy barátom mondta egyébként, nem is tudatosult bennem, akit gyerekkorom óta ugye ismerjük egymást. Sagi? Mondom a Sanyi, de a másik, aki szintén benne van a könyvben, mert hogy úgy van felépítve a könyv, hogy vannak ugye ilyen céges dolgaim, és mint a... melyik volt ez a film? A
ponyva regény, amikor így össze vannak vágva így a dolgok, csak nem időrendben, hanem beleraktam olyan betéteket, hogy barátaim, volt munkatársaim, mit gondolnak rólam. Tehát, hogy akivel írtam a könyvet, mármint, hogy segített effektív, hogy ne legyek ott annál az interjúnál, akkor meg interjú volt ezeket az embereket, akivel előre lebeszéltem, hogy kivel beszélhet, vagy beszéljen, és akkor ketten elvonultak, és akkor na mondjad, milyen az Ákos. Uh-huh. És akkor mi ott lehetett, azt le is írtuk. Le, minden másik sor kiút, hát ez durva. Ez durva lenne, ez már de az, nem az, marad semmi. De figyelj Ákos, azért csak mondjuk el nézőnek meg a hallgatóknak, hogy vagy te létezel, valamikor elkezdted valahogy, ugye olvastam, hogy például voltál a Burger Kingben is, igen. Ez nagyon tetszett neked, ugye bejött, gondolom, hogy rengeteg emberrel a kontakt miatt, a kapcsolódás miatt. Más világ volt. Az előző gondolatot, mert ugye ez fontosabban, hogyha azt mondta ez a barátom a Balázs egyébként, hogyha engem földre küldenek, akkor úgy kelek fel, hogy onnan fel is szedek valamit. És ez nem tudatosult bennem, ezt ő mondta ki a könyvinterjúban először, uh-huh. És akkor tudatosult bennem, hogy ez marhára igaz. És a Peti Winter Rusziák itt örült. Add már be magadat, hogy hogyan ősz neki. És a Burger King. Hát ugye én Burger Kingbe úgy kerültem be, hogy kellett egy ilyen, akartam venni egy biciklit, és akkor szüleim azt mondták, hogy a felét tudják állni, a másik felét keresem, menjek el nyári munkába. Ez 92-ben teljesen más világ volt. Akkor sorba álltak az emberek azért is, hogy ott dolgozhassanak a Burger Kingbe, főleg Magyarországon, hát a 91-ben jött be a Burger King egy-két évvel Oktogonon. Igen, az Oktogonon, én az Astorián voltam már, és a McDonald's az ugye az is, mit tudom, 2-3 évvel azelőtt jött be, tehát ez egy program volt a magyar családoknak, hogy elmenjenek oda kajálni, és az nem olyan, mint ma, hogy ez a, mit mondjuk a legalja, vagy sokan úgy tartják számon, hanem az a legteteje tulajdonképpen, és én emlékszem, én akkor dolgoztam ott, amikor úgy tehát a toborzás úgy ment, hogy megjelent 50 ember az átriumba, az Astorián, és akkor mondták azt, hogy jó, akkor nem tudom, ti menjetek balra, a többiek jobbra, ki az, aki 4 óra, akkor jobbra, ki az, aki 6 órában akar dolgozni, jobbra, ki az, aki 8 órában, jó, akkor te menj jobbra, jó, azoknak köszönjük, balra, akkor gyertek interjúra. Tehát így, nem úgy, mint hogy lasszóval fogják most a munkatársakat. A másik meg az, hogy a vevők, azok ha valakinek megvan az Astoria, ugye ott volt az étterem, ugye ott bent hátul volt a kassa, és a vevők esténként az éttermen túl az Astoriánál a lépcsőnek az alján, tehát még bent az aluljáróba álltak, ott volt a vége a sornak. Hát csak azért akartam megemlíteni, hogy azért ugye tudják most már a nézők meg a hallgatók, hogy írtál egy ilyen dupla kötetet, meg mivel foglalkozol, hogy ez is kiderül majd a beszélgetésből, de az, hogy voltak előzmények, tehát valahogy te is elkezdted, elindultál. És ugye most említed ezt, hogy a szüleid mondták, hogy a fele árát a biciklinek odaadják, a másik fejét meg is olyan szedd össze, és te összeszedted, mert ugye mondhatja valaki az, hogy persze írsz egy ilyen könyvet, és ne legyél már olyan okos, hogy megmond nekem, hogy én mit csináljak, de hát hogyha neked van ilyen tapasztalatod, tehát hogy már tudtad akkor fiatalon is, hogy mit kell csinálnod, dolgoznod kell, akkor, és megléptél, tettél érte valamit, mert mondhatod volna azt, hogy tudjátok, hogy vegyünk fél áron valami fél biciklit, és akkor nem. Hát figyelj, én az újpesti Panel Proli vagyok, 6. emelet, Árpád út, 171, 6. emelet 20, így ott laktam, és igen, hát itt ezek voltak, és ilyenek voltak a kilátások is az ablakból, tehát, hogy ennyi. A jövőre nézve. Igen. Tehát egy másik tömbbe egy 6. emelet. OTP hitelre veszel majd. Ezek voltak a kilátások, így van. Neked milyen volt a viszonyod a szüleiddel? Hát... milyen válaszok vannak erre? Viharos. Mondjuk így, hogy viharos. Nem volt különösebben rossz, különösebben jó se. Viharos, hát Panel Proliként állandóan probléma volt a pénzzel. Tehát, hogy mi olyan család voltunk, az összes többivel a környéken, akik így hónapról hónapra éltek, tehát nem volt így különösebb tartalékuk, nem volt különösebb álmuk, céljuk, ez a túlélés volt, és tulajdonképpen, ha úgy vesszük, én is a túlélésnek az ösztönét tanultam el. És itt ez a Burger King sztori olyan volt, egyébként az újpesti műszaki szakközépiskolába jártam értben, másodikos voltam, amikor elmentem erre, hogy na akkor nyári munka,
azt mondták, hogy hát ez marha jó fej vagyok, hogy én jövődnék két hétre dolgozni, ma annyi kellett. Azt mondja, de itt minimum két hónapot le kell nyomni. Mondom, anyát, ki fog itt két hónapot dolgozni nektek egész nyáron, de elbasszom az egész nyaramat. És mondom, 2,5 évet maradtam. Wow. Igen, rendesen nappali szakközépbe jártam, és a rendes iskola mellett én voltam szerintem Magyarországon az első, de hogy a környéken az biztos, aki azt mondta, hogy engedélyt kér az igazgatótól és a szüleitől, hogy... Újra kell indítani, Péter? Csak beszélj nyugodtan. Hogy repül az idő? hogy dolgozhassak ott a Burger Kingben, mert annyira megtetszett az amerikai felfogás. És ott még akkor amerikaiak voltak a nagyfőnökök, mármint úgy, hogy magyar főnök vezetőség volt, de még nagyon kemény amerikai ráhatás volt, még a nevükre is, Rick és Judy. Uh-huh. Emlékszem a nevükre, és ott nem, még angolul nem tudtam annyira, de mindig ott magyaráztak, és mindenki fél tőlük, rettegtek tőlük, de olyan kőkemény, már akkor éreztem, és tudtam, hogy az amerikaiak olyanok, hogyha kell, akkor a Burger King-nek az ajtaját is eladják, hogyha az az érdekük. Tehát ők láttam, hogy van rendszer, tudnak rendszerbe gondolkozni, marketingbe. Ezek a dolgok Magyarországon akkor ismeretlen fogalom volt, főleg egy diáknak tulajdonképpen. Tehát én annyira tetszett az a munkamódszer, meg az a profizmus, amit ott tanultunk, és a pénzkereset is. Iszonyú sokat köszönhetek a Burger Kingnek szemléletben. Ösztönöztek, hogy minél többet dolgoz, meg minél jobban? Hát behozták oda a kommunizmus végére, gyakorlatilag behozták oda az amerikai szemléletet, az üzleti szemléletet. Ott kőkeményen kellett dolgozni, tehát nem az volt, hogy tehát iszadtunk, mint az állat, de éreztük is azt, hogy mi miért van, legalábbis akit érdekelt az a dolog. Én mindig próbáltam a dolgok háta mögé nézni, hogy ez hogy áll össze, mi a gondolat, stb. Én nagyon sokat köszönhetek nekik a gondolkodásban, szemléletben, az, hogy nagyon sokat voltam például kasszás, és az, hogy az emberekkel való kommunikáció, hogy kell megszólítani egy vendéget. Hát nézzek a mai fiatalokat, ezt nem tudom. Nem szólítják meg egymást, SMS küldenek, Tehát nem tudnak, tehát face-to-face, nincs kommunikáció, nem tudnak mit kezdeni a kommunikációval, és ott ez nagyon szépen meg lehetett tanulni. Igen, gyakorlatban. Péter, na izguljunk, halljuk a kérdéseket. Te vallásos ember vagy? Nem. Oké. Okay. A másik kérdés az az, hogy nem gondolod, hogy ez valamennyire tudatos, mert azt mondtad, hogy te videókat csinálsz, 17 perc hosszú videók átlagosan, hogy nem gondolod, hogy valahogy tudatosan próbáljuk az embereket lebutítani, az, hogy hogy kevesebb, rövid legyen a fókusz nekik, hogy csak egy rövid idők, hogy bam-bam, hogy próbálják tudatosan az embereket, hogy ne is tudjanak úgy gondolkodni, hogy csak ilyen bugyuta videókat nézzenek? Hát nézd, lehet ez is, de lehet az is, hogy ez az embereknek tömegnek. A tömeg határozza meg a társadalmat azért végül is. A tömegnek ez az igénye, ez az igény szintje, nem tud, nem akar többet nyújtani nagyon sok esetben, hiszen egyre rosszabb példákat látnak ilyen szempontból. Tehát, hogy ugye mit lát a generáció? Ugye nálunk annó nekünk nem volt információ. Tehát nem láttunk a világból semmit szinte, útlevelünk sem volt jó formán, nem tudtunk kimenni, nem volt pénzünk rá, nem volt Facebook, nem volt semmi, amiből egyből nem volt globalizált a világ. Most globalizált a világ. Létezik az úgynevezett, hogy azt mindenki ismeri, hogy kapuzárási pánik. Viszont van egy olyan, hogy kapunyitási pánik, ugye a 20 évesek körében, hiszen akkor annyi az információ, nem tudnak vele mit kezdeni, nem tudják, hogy merre menjenek. Nekünk ebből a szempontból könnyű volt, meg kávé volt egy irány, azt oda mentél, majd kész. Itt meg annyi van, hogy már nem tudják, hogy mit csináljanak. Tehát, hogy nyilvánvalóan ez komoly problémákat okoz. És ez, hogy utána hogy határozza meg a társadalmat, ha úgy tetszik, saját magát butítja el a társadalom, és erre rásegítenek, vagy ezt nyomják, és rásegít a társadalom a viselkedés, ráutaló magatartással. Ez nem biztos, hogy most ezt itt meg tudjuk oldani, ezt a rejtvényt. Lehet így érezni, de nem minden alap nélküli az, hogy nézd meg, igazából nem akar ma már senki sem dolgozni, csak pénzt keresni. Valahol érthető, csak hát nem így működik a világ, és ez a baj, hogy ezt sokan komolyan gondolják.
És ugye, amikor virtuális világba élnek, virtuális világba felépítik a házukat, az életüket, mindent, és ez nagyon sokáig megy, hogy virtuálisan így elvarjálnak, messenger, stb. Kapcsolatokat építenek virtuálisan. Eljön az a pont az életükben, amikor ki kell lépni a virtuális világba, a valóságban találják magukat, és nem tudnak azzal mit kezdeni, mert nem szoktak hozzá. Ismerősünknek, 14 éves a kislánya, vagy a nagylánya, és képzeljétek el, hogy amikor elmegy a barátnőjehez két utcával arrébb, hétszer hívja föl a barátaimat, mert fél az utcán. Követnek, figyelnek, és tudod, azért egész nap nyomkodja a telefonját, igen, ott lóg rajta, és úgy kommunikálnak egymással, és már amikor találkozni kell, meg moziba elmenni esetleg, ami már nagyon nagy szó, és az egész család ott tapsolja, na végre, meg egy házi buliba, mit tudom, 4-6-ig, már mindenkit, ha mennyi kis, maradj tovább, hogy akarsz. Fordítva könyörgünk, nekem azért könyörögtek, hogy jöjjek már haza. Nekünk azt, hogy ilyet mondtam volna, két napig haza sem megyek. Amikor másodikos voltam, miatt a bőrgemben, emlékszem, mi olyan, hogy minden hétvégén házi buli. És emlékszem, hogy már anyám szerintem féltékeny volt, vagy nem tudom, hogy olyan jól éreztük magukat, hogy már volt olyan beszélgetésem éjjel egykor, hogy gyere haza. Mondom, miért? Mert gyere haza és kész, de miért? Nem tudtam megmagyarázni, mert hogy csak most már annyit bulizok, minden hétvégén buliztunk. Nem tudom most, mit csinál az ifjúság, félek, hogy nem ezt. Nem. De hagyjuk is most az ifjúságot. De lehet, hogy ez, hogy mert beszéltünk a pszichológiáról, meg most nem fogunk a betegségekről beszélni, de a pszichológiáról oké, hogy van ez a tényező, hogy az embereknek nem tudnak annyit fókuszálni, és akkor azt kihasználják, mint például a TikTok kihasználta ezt, de vagy Kínában például nincs TikTok. Kínában viszont úgy van csinálva, hogy ha 10 óra után, ha gyerek vagy, akkor nincsen. És minden 10 videó után valami okos videót tesznek be, hogy vagy valami patrióta videót tesznek be, vagy valami tanulási videót. Szóval lehet, hogy ezt ők nem akarom még belemenni. Nem, felismerték ezt a problémát. Ez a probléma, ez valós. Ugye lehet erre úgy reagálni, hogy becsukjuk a szemünket, aztán lesz, ami lesz. Ha egyáltalán valaki ezt méri, hogy így mik történnek, meg mi mindnek a következménye, meg lehet úgy is csinálni, hogy akkor letiltjuk, korlátozzuk, valami okosságot belerakunk. De az nem jó, mert akkor nézd meg, ez a globalizált világ, igazából, hogy mondjam, ezek akkor működnek, ha van hozzá fogyasztó is. Az pedig van. Az van. Igen, tehát, hogy... Csak érdekes, hogy mikor jött be az egész lényegtelen. Figyelj, Ákos, ha én most így nézlek téged itt a Móka podcastben, és azt mondom, hogy én akár még hihetnék is ennek a fickónak, én miért higgyek neked? Tehát, hogy azért le tudsz tenni, jó, most direkt provokálok, hogy ugye ott voltak a cégeid, ott vannak a cégeid, pörögsz a programozás, azt te is programozol? Ez végzettség szerint igen, gyakorlat szerint nem. Nem. De értesz hozzá, tehát ha valaki valamit... Nem. Nem ez már olyan régen volt, hogy de ilyen céget vezetek, de az túlzás lenne. Hogy ezeket a dolgokat elmondod, és az már jó, mert ettől kezdve már hitelesnek tűnsz nekem, hogy azért letettél valamit az asztalra. Hát jó, de nem kell. Tehát, hogy nem kell, hogy nekem higgyen. Nem nekem kell, hogy higgyen, hanem magának kell, hogy higgyen. Úgyse lesz olyan könyv soha az életedben, amire mindegy 100%-ig azt mondod, hogy hó, hát ez aztán meg gyönyörű. Megfogja a kezedet, igen, és akkor most ide lépjél most oda. Igen, és az sem reális, hogy ez teljesen rossz ez a könyv. Ha egy könyvben van egyetlen egy olyan gondolat, ami megváltoztatja az életedet, vagy segít ahhoz a változáshoz, akkor az már megérte. Nehéz olyan könyvet írni szerintem, amiben ilyen nincsen. Tehát a legrosszabb könyv is, amit olvastam, abban legalább egyet. Az én olvasóim ennél jóval több százat is említenek akár. Ki hol tart, ki mit olvas ki belőle, ki milyen élethelyzetben van. Figyelj, 13 éves kortól már olvassák, tehát a szülők már megveszik a gyerekeknek, hogy a tudatosabbak, hogy 13-tól 70-80-ig olvassák simán. Ki milyen életfázisban van, ki magának veszi meg, ki a gyerekének, ki a szülőinek, ki a testvérének, az üzletfeleinek, ügyfeleinek, saját magának, karácsonyra, mit tudom én, akármire. Tehát, hogy ez egy olyan széles közönség, hogy rengeteg életfázist kap el, és abból éppen te mit olvasol ki? Éppen mentálisan mennyire vagy rá kész egy könyvre, mert hogyha éppen be vagy fordulva, rakhatnak eléd bármit, nem fogod befogadni. Sőt, mi több. Ez a könyv olyan, hogy ugyanazt el kell olvasnod többször, mert egy másik fázisban ugyanazokból a sorokból mást fogsz kiolvasni. És ne az legyen, hogy más fogsz megérteni. Minél többet valósítasz meg, annál inkább fogod. Lesz olyan ember is, volt, aki 28.030 példány kelt el belőle. Hát Istennek, azt hiszem, csak 5-öt küldtek vissza belőle, de hogy van olyan visszajelző. Mi az, hogy visszaküldték? Pénz visszafizetési garancia van rá. De miért küldi vissza?
Nem erre gondoltam? Hát csak. Tehát, hogy én ezt adom. De mit mondanak? Nem mond sem. Hát vagy mond valamit, azt mondja, hogy szar. Kész. És akkor azt mondja, vagy nem mond semmit. Uh-huh. Tehát van, hát 28 ezer olvasók közül nem mindenki küldte vissza, azok közül, akik azt mondták, hogy ez neki nem jött be, csak mondjuk nem küldte vissza. De ez a természete uh-huh. a dolgoknak, ezen nem kell ezen... 0,2%. Na jó, de oké. Okay. Tehát jó a statisztikám, tehát erről nincs probléma, de hogy Ez ilyen. Tehát, hogyha nem tudod befogadni, nem vagy kész rá, vagy nem neked való. Nem való ez mindenkinek. Tehát nem tud mindenki vállalkozni, nem vállalkozhat mindenki, nem fogadhatja el. Tehát valahogy valakiknek ki kell emelkedni a tömegből, ahhoz, hogy legyen tömeg, amiből ki legyen emelkedve. Azoknak írom, akik ezt ki akarnak emelkedni, és mondtál, nem azoknak, akiknek nem. Mondtál egy nagyon jó példát, ott vagyunk már a hídnál, vagy még nem? Lehetünk a hídnál. Legyünk már a hídnál, csak azért, mert hogyha egy ilyen tök egyszerű pali, mint én nézi ezt a műsort, akkor úgy mondja, hogy uff, jókat mond a sász, de hol vagyunk, vagy mi van? És mondd el azt a példát, amit ott kint meséltél a konyhában, mert az engem nagyon megfogott. Igen. Tehát, hogy a csúcs, a piramis. Világos. Hát szögezzük le, hogy mind a könyvet, jó, egy kicsit menjünk messzebbről. Onnan menjünk messzebbről, hogy nagyon nagy hatással volt akkor, amikor 2012-ben úgy döntöttem, a feleségemnek a jóváhagyásával, hogy végre megvalósítom azt az álmomat, ugyanis én elkezdtem egy céget valakivel, egy társammal, a minicéremet amúgy, amit vittünk 3 évig együtt, én voltam a minden, csak a nem a fejlesztő, aztán úgy döntöttünk, hogy szétválunk, és ő viszi tovább azt a céget, én meg a többi, ami nekem maradt, és hirtelen így megüresedett a naptáram. És akkor mondtam a feleségemnek, figyelj, hadd valósítsam meg azt az álmomat, hogy én 3 hónapra elmegyek egy idegen városba lakni, mert nekem ez volt a álmom, hogy lássam, hogy mi volt a kultúra, nyelv, akármi, stb. Legjobb barátom ott élt, ezért Sydney lett belőle. Elmentem oda iskolába, üzleti angolt tanulni, és én ott tapasztaltam meg azt, amit az életemet nagyon meghatározta előtte, hogy amit én itt magyarázok barátoknak, mint mindenki azt, hogy hülye vagy. Ez hülyeség. És én állam, és ezzel a mindsettel mentem oda, hogy én vagyok a repülő. És amikor ott voltam Sydneyben, érdekes módon mondtam ugyanazokat a dolgokat, és ott mindenki bólogatott és elfogadta. Uh-huh. És azt mondták, hogy rendben vagyok. És akkor kaptam 36 évesen visszaigazolást arról, hogy én mégsem vagyok hülye. Igen, nincs ilyen belső problémád, igen, amit már lassan kezdte elhinni a közönséggel van baj. De ezt komolyan mondom, és innen vált tudatossá a dolog, amikor megírtam ezt a könyvet, főleg amikor elkezdtem ezeknek a videóját csinálni, akkor azt mondtam, engem nem érdekel, hogyha téged ez nem érdekel, vagy nem értesz egyet, nem fogok veled vitatkozni, nem foglak téged győzködni, tehát én nem akarlak meggyőzni. Én mondom a saját hülyeségemet, vagy velem tartasz, vagy nem. Vagy érdekel, vagy úgy gondolod, hogy ez jó, vagy nem. Nem érdekel. Tehát ha valaki, látom, hogy úgy kommentel, hogy olyan mindsetje van, ami nagyon messze van ettől, nem azért, mert más, hanem mert nem való, ide tiltom ki, kész. Uh-huh. Szerintem nálam van a legtöbb ember kitiltva a Facebook oldalakból, uh-huh. ami létezhet, uh-huh. mert hogyha nem oda való, nem akarom, hogy olyan kommentekkel legyen tele, ami irreleváns. Tehát ez nem index, uh-huh. hogy ilyen komment folyam, hogy a hülyéknél, tehát hogy na, tehát itt értelmes dolgok legyenek benne. Hát ez az alapvetésem, hogy én mondom a magamét, nincs befolyásolás, nem érdekel szinte senki véleménye, most egy bizonyos mozgástér van, mert hogy én is tévedhetek, stb. De alapvetően én csinálom a dolgomat, mert hogy csinálom a dolgomat, ami nem ez, hanem az, hogy csinálom a cégeimet, és azokat építem fel, azokból én hozom a tapasztalatokat, megosztom, mert segíteni szeretnék. Egyébként a videómban ingyen, tehát nehogy már még én bazseváljak, ha tetszik, tetszik, ha nem, viszont látásra. Van 100 000 követőm, azt hiszem ez most ennyire elég. Uh-huh. Pont. Zseniális. És várjál, Sydneyről azért nem menjünk messzire, mind a feleséged is. Is. Ja, igen, de Sydneyre csak annyi egyedül pillanat, voltam. Egyedül? Persze, 111 napot. Az jó. Engedélyt kaptam, és 111 napig. Apukám, menjél, tanulj meg minden, gyere vissza, de aztán... Minden nem lehet annyit megtanulni, hanem ott arra rájössz, hogy mennyi mindent még nem tudsz. De... És akkor úgy érezted csak egy pillanat még azt írni, hogy így szinte kinyílt a világ neked? Vagy olyan, tehát, hogy nem az, ez nem jó fogalmaztál. De igen, de jó fogalmaztál. Másképp, hát ez egy más... Ugye máshogy gondolkodnak. Hát, nagyon, nagyon közel van Amerikához. Őszintén megmondom, hogy bizonyos szempontból az jobban tetszik. Színesebb.
rendezettebb, tisztább, üzletileg is nagyon rendben van, a természet is, a többi. Amerika is tetszett kicsit másképp, kinek mi? Egyébként meg ti tudjátok legjobban, akik éltek másik országból, egyik se jobb a másiknál, vagy másik csomag. Yeah. Sydney is, New York, Florida, Magyarország, egy másik csomag, egyik se jobb a másiknál, ezek vannak, előnyök, hátrányok, ki van egyenlítve a világ, mindenki válaszol, milyen csomagot szeretne. Ott azt kaptam a legtöbbet, ezt a repülős, hogy az antirepülőt, hogy mégse én vagyok a hülye. Meg a közösség. Ebben csináljuk ezt. Igaza van. Egyetértek 1000%-ra. Igen, hát ez volt. Nem jó buliba jöttem, vagy sziasztok. Fakolok. Meglépnéd bármikor a Sydney-t, hogyha mondjuk nem lettél van akkor, tehát ha most megint szüzen kezdenéd, akkor megint kimennél? És elkezdenéd ezt a folyamatot? Magát a 111 napos igen, dolgot, vagy igen. Életem legjobb döntése volt. Igen. Hát akkor megcsinálnád még egyszer. Abszolút. Nagyon jól éreztem magam. Minden ilyen, amikor itt vagyok, akár itt, amikor nem otthon, nem azért, mert otthon annyira rossz. Nem azért, hanem azért más. Rengeteget tanulok, mert rengeteget kapok iszonyú sok impulzusért, ami nagyon nehéz és sok ideig tart feldolgozni. Ez ad energiát. Én úgy szoktam mostában mondani, ugye most próbálok ráállni arra, az asszony jóváhagyásával, engedélyével, igen, azért én is, nekem is van főnököm. Mindenkinek van. Arra próbálok ráállni, mert ugye ez az üzleti érdekeinket, ugye melyik nyugdíjas akarunk lenni, ilyenkor még ezt mondom, melyik nyugdíjas akarunk ez lenni, is nagyon jó van példa. Fényképünk, melyik nyugdíjas akarunk lenni, mindig ezt mondom nekem, amikor azt mondja, jaj, már megint elvitt. Mondom, melyik nyugdíjasok akarunk lenni? Na, azért megyek el. Most arra próbálok ráállni, hogy 2 hónap otthon, 2 hónap Amerikában. Különböző helyeken, mert hát most itt kell felfuttatni a bizniszt. Tulajdonképpen egyébként a magyar bizniszem kész van. Nem is nagyon kell dolgozni. Én nekem 3/4 annyit kéne dolgoznom, és 4-szer annyit keresnék, hogyha nem fektetnénk be. Most a Amerika miatt dolgozok 4-szer annyit, és 4 annyit keresek, mert rakom bele a pénzt, hogy haladjunk. Hol tartottunk? Sydney-be azt kaptam meg, és ez nagyon fontos, szerintem Amerikában is benne van, hogy az a széles látás, hogy a különböző nációknak az elfogadása, és ott a rasszizmusnak a semmilyen formája nem megengedett, és ezt jól is kezelik, nagyon jól kezelik a tömeget, úgy, ahogy mondjuk New Yorkban ugye 10 millió embert, hiába van lehasználva minden, de jól mindenki működik. Ez Sydneyben nagyon jó megfigyelhető, és ez nagyon jó volt a mi bezárt világunkból, ahol a legnagyobb szitok szó a cigány, nem? Tehát hogy az egyetlen náció volt, amire, vagy nem tudom, hogy nevezzük, amire az a szitok szó, amire azt mondod, hogy most már nézzük meg Magyarországot, hogy mennyi náció van, vagy mennyi országból jönnek, és ez nekünk, ami a gyerekkorunkban, vagy nem tudom, ahonnan jöttünk, ahol be voltunk zárva, szó szerint be voltunk zárva, kulturálisan, nyelvileg, területileg, mindenféle, nem volt, magyar volt, nem? Tehát ezt nem tudtuk kezelni, és azt hittük, hogy ez nem is kell kezelni, miközben a világon mindenhol ez jó, és ahogy megnyíltak a határok, meg a politika, meg a nem tudom mi, micsoda, és ez elkezdett bejönni hozzá, most már talán tudunk ezzel valamit kezdeni, de hogy annak ott sokkal nagyobb kultúrája van, és hogy ezek az elfogadása, meg ennek a kezelése hatalmas élmény volt, hogy erre milyen nagy hangsúlyt adnak az élet minden területén. Tehát például mondok egy dolgot, ott nem adhatsz úgy beérett önéletrajzot egy állásinterjúra, hogy fénykép van rajta. Tehát ha fénykép van rajta, már befolyásol. Már befolyásol, azonnal meg kell semmisíteni. Csak fénykép nélkül itt fogadhatsz be. És ezeknek a sorozata. Ez mennyire jó. Akkor egy érdekes dolog a Sydney-ről. Mindenhol akcentus van, tehát itt van amerikai akcentus, van délen, Angliában másfajta van, és hogyha most már Sydney-t most lefikázzuk a Sydney-t, tudod, honnan jön az ausztráliai akcentus? Hát attól függ, kit kérdezel. Oké, akkor kérdezz meg engem. Na, honnan jön? Onnan jön, hogy az ausztráliai, azt tudom, hogy egy börtönsziget volt, szóval akik már annyira visszaeső bűnözők voltak, azt Angliából oda hajóztatták, és ott tulajdonképpen csak börtönőrök voltak, meg bűnözők. Szóval ott a
nagy része az alkoholista volt, és hogyha meghallgatod így igazából, hogy beszélnek az ausztrálok, mint egy részegen, mint egy, mert úgy hallotta a gyerek a részeg apjától, hogy hello mate, hey. Azért voltam, hogy honnan volt kérdezed, mert pont ugyanilyen sztorik vannak Amerikáról Ausztráliába. Most volt kettő Ausztráliában, akik nézték a podcastet, a mókát, most ők kitörölnek benneket. Na, piramis. Mert, mert ez nagyon meghatározó, Peti. Igen, mert ebből is kell egy sor. Mert azt kérdezted, hogy miért hallgassanak rám, igen, azon kívül, hogy igen. Nem. Egyébként hülye dolog is lenne egy emberre hallgatni, mert nyilván több lehetőséged van, hogy elolvassad, és ezeket mérlegelni kell. Tehát el kell olvasni több könyvet, mit is mindegyikből ki kell hozni, ami a te élethelyzetedre jó. Ami miatt én magamat kiemelném, különös, nagyon sokan visszajelzés van, hogy végre egy magyar könyv a magyar piacon, ami nem amerikai és nem az amerikai bullshitet tolja, amivel én annyira nem értek egyet, hanem hogy nem az amerikai valóságot, hanem a magyar valóságot, ezt akarják valójában mondani, tolja, és hogy abból építkezik, mert hogy én nem összeollóztam, mert olyan sok ilyen könyv, hogy összeollózzák amerikai könyvből, én nem olóztam össze, mert nem is olvastam annyit, hogy abból annyi olló összejöjjön. És hogy akkor miért vagyok ennél, miért ilyen sikeres a könyv? És azért, mert én ezt kommunikáltam is, és észre is vettem, csak másképp fogalmazták meg az emberek. Mert nálam sokkal, nagyon sokkal sikeresebb, sokkal gazdagabb, sokkal jobb, sokkal akármilyenebb ember is van. Miért én? Azért, mert én onnan jöttem, ahonnan valószínűleg a közönségnek, vagy a hallgatóságnak, vagy aki vállalkozni akar, hogy nézzük, a legtöbbje jött a sehol. Nincsen politikai hátszelem, nincs mögöttem az államkincstár, nem is volt, még a biciklit is úgy kellett összebörgekingezni. Mindent magamnak köszönhetek, eljutottam valameddig, nem vagyok elégedett az eredménnyel, de már olyan jó szinten élünk, hogy soha nem gondoltam volna, hogy a fele összejöhetne. Hát a panelból a felét se, a tizedét se gondoltam. Tehát, hogy azért ez egy olyan szint, ami egyébként lehet, hogy külföldön nem egy olyan nagy szám, az a, mit tudom, erős középosztály, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem magamat, de alapvetően semmiben nem szenvedünk hiányt. Igaz, nincsenek ilyen vágyaim, hogy helikoptert, meg nem tudom, milyen hajót, jaktot, akármit vegyek, de van igényem mondjuk a jó dolgokra, mert mindenki szereti a jó dolgot, a minőségi életet, a biztonságot, a kiszámíthatót, az amerikai nyugdíjas életet, majd igen, valahogy Floridába, tehát hogy ezek érdekelnek nyilván. És ha nekem sikerült, akinek még egy diplomája sincs, tegyük hozzá, igaz, hogy programozóként végeztem, de azt se gyakoroltam soha, de hogy, tehát hogy ha nekem ez sikerült, és mitől sikerült? Azért, mert a túlélés ösztöne ezt hozta. Tehát, hogy egész egyszerűen a verítékemmel írtam végig ezt az utat, vagy jártam végig ezt az utat, tapostam ki ezt az utat, amit valamilyen szinten mindenkinek ki kell taposnia magának. Volt egy erős motiváció, mert láttam azt, hogy mit szeretnék elérni, és láttam azt sokszor otthon, hogy mi az, amit nem szeretnék. Talán ez jobban is motivált, hogy ezt nem akarom, hogy hónapról hónapra éljünk, hogy ez a panelproli létet, amit szerintem sok ember tud, hogy ez milyen. És ez motivált, és hogy ez egy olyan lépték, ami sokkal könnyebben elérhető, és sokkal több embernek elérhető, mint az, aki nálam sokkal gazdagabb. A franc tudja, hogy mitől. Lehet, hogy sokkal ügyesebb, jobb, szerencsésebb, jobb bizniszben van, vagy van egyáltalán hátszele, meg mit tudom én, de nyilvánvalóan belátható, hogy azok, ami a piramis csúcsán van, sokkal kevesebb embernek elérhető, mint az, ami mondjuk, nem tudom, hol vagyok, mondjuk a piramis közepén. Nyilván ez jobban elérhető, ez egy jó híd ahhoz, hogyha valaki ezt akarja, vagy ezen valaki túl akar lépni. Vannak olvasóim, akik már sokkal előrébb tartottak, mint én, amikor kezükbe vették a könyvet, és megköszönték, mert így is tudtam adni, és vannak olyanok, akik kezdővállalkozók voltak, és már előrébb tartanak, mint én. Általában ez azért, mert mondjuk mit trendi üzletbe ül bele véletlenül, vagy tudatosan, tök mindegy. Tehát, hogy ez alkalmas erre is, arra is, de egy biztos, nyilván lehet követni, és kell is mondjuk a nagy okosságokat, de ezt nem lehet egy lépésben megcsinálni. Tehát, hogy most elolvasol egy, nem tudom, egy Steve Jobs-tól, vagy szóval valaki tényleg, aki aztán nagyon, nagyon ott van,
ő már olyan problémákkal küzd meg, amim sokkal magasabban van, amit nem fogsz egy lépésből, nem fogsz egy év alatt, nem találkozol a problémákkal egyáltalán, nem ott tartasz, hogy az legyen a következő lépés, de még a második, meg harmadik se. És én egy jó ég vagyok a kettő között, ez könnyebb megugrani. Aztán utána majd meglátod, hogy hogyan tovább. Uh-huh. One step of time, ugye, vagy hogyha angolul mondanák. Vagy step by step. Vagy step by step. Neked ki az üzleti példaképed? Nincs ilyen. Nincs? Nincs. Oké, akkor hogyha te megtehetnéd azt, hogyha valakivel, akár élő vagy akár halott, kivel beszél, kinek az agyát kicsit játszanak, kivel beszélgetnél mondjuk el egy órát? Nincs. Nem vagyok ilyen. Itt a mókában. Én örülök, hogyha magammal van időm elbeszélgetni, mert annyi olyan nyitott kérdés van a fejemben, megoldom én ezt. Meg a törzsfőnökkel néha gondolkodhatok. Ne, ott egyeztetni, hogy mikor gondolkodhatok. Okay. De ez nem egy félreértés legyen, tehát nem az van, hogy ez nem gondolkodhat. Ez van az én gondolkodás táramban. Hál' Istennek vagyok annyira kreatív, hogy én meg tudom azt hiszem oldani a legtöbb problémát. Nagyon kevés tanácsadásra van szükségem. Egyébként pont a Norbi az, akivel a minicéremet kezdtem, akivel mostanában egyre többet járunk megint. Ugye akkor szétváltunk, de hát az idő sok mindent megold, és ugye egymásra találtunk megint, és síelni járunk, hajózni járunk, ide-oda járunk, együtt vagyunk, és ővele mind marketingből, mind programozás, vagy egyéb, csak így, mit tudom, beszélgetünk, és mindig egy ilyen csomó új felé jegyzettel megy ő is haza tőlem, meg én is tőle, tehát, hogy így jót teszünk így egymásnak. Ha lehet mondani, akkor ő megint csak azért, mert ő sokkal közelebb van azokhoz a problémákhoz, nekem is, ha mondjuk egy tanácsadós, vagy tanácsra van szükségem, őtőle hamarabb megkapnám azt a tanácsot, amivel én tudok mit kezdeni másnap, vagy aznap, mint mondjuk egy, nem tudom, akárkitől, Elon Musktól, mert máshol ült, mások a problémái, és nem tartok még ott. Viszont amikor már azt gondolom, ha ott tartanék már, mint tehát azoknak a közelében, addigra már felszedtem azt a tudást, ami már az a különbséghez megy. Nem ebbe gondolkodom, hanem abba gondolkodom, hogy meglegyenek, amit hoz. Azért vagyok itt Amerikában, és hoznám az impulzusokat, lefordítsam magamra, feladatokat csináljunk meg, kigondoljam, hogy hogyan csináljuk meg, és ezeknek az összességét, sokaságát ki tudom gondolni, akkor megvan a következő lépés, megvan az eredmény, és nincsen szükségem rá. Arra van szükségem, hogy legyen időm ezeket jól átgondolni, és ne kutyafuttába kelljen. Én most, ami eszembe jutott az Ákosról, aztán folytasd tovább a kérdéssorodat, mert nagyon jó kérdések, gondolom valaki segített, mindegy. Hogy nekem az Ákos úgy tűnik, hogy, és ezt eddig ha nem, egy embernek mondtam, te egy katalizátor vagy, kérlek szépen. De mit katalizálok, attól függ? De egy olyan szerkentyű vagy, olyan szerkezet, ami... Amit most mindenki ellop a kocsi alól? Nem. És jó, csak az, hogy én termelek mondjuk egy energiát, egy X energiát, és te ezt így meggyorsítod. Tehát én ezt érzem most rajtad, hogy... Ehhez kell a közeg. Igen, tehát hogyha én esetleg egy kicsit így kérdőjelessé válok az Y útnál, hogy bal vagy jobb, akkor te nem azt mondod meg, hogy Y1 vagy Y2, hanem hogyan válasz? Nem, hanem energiát azt nekem. Ja, hogy tudjál, tovább tudjál menni. Tudja, és döntsd el te, hogy na, persze, csináld apukával, hát most X, egyes vagy a kettes útszak. Mondok egy példát, lovagolni tanultam, és volt egyszer egy ilyen lovaglás oktató, mondták, hogy hát, ő az Isten. És ott az ügetés, és akkor mondja, le föl, és mondom, hát mitől függ az, hogy le vagy föl, érted? És le föl, ezt mondogatta, le föl. Nem is tudom, hetekig csak azt csináltuk, és egyre idegesebben hallottam a hangját, hogy leföl, ő mondta, hogy leföl, de nem mondta el soha, hogy mitől. Mi a leföl? Mitől kell, mitől van a le, meg mitől van a föl. És hozzájártam az istennőhöz, a lóaglást, mint az istennőhöz, aki csak ezt tudta mondani, hogy leföl, és egyszer elmaradt egy óra, és így megálltam így ilyen kislányok, tehát ilyen 8 éves, nem tudom. Ott lovagolgattak, mit tudom én, és így elkezdtem valamelyik így beszélgetni, és mondom, te figyelj, ez hogy van ez az üget? És mondta, hogy hát ha be kell nézni, hogy a lónak, amikor elő van az lába, akkor a bal, akkor izé. És elmagyarázta, hogy mi van, és onnantól kezdve magától, érted? De nem azt kell mondani,
tanulni, hogy le föl, igen, hanem az, hogy mitől van a le, meg mitől van a föl. Jaj, de jó ez is. ez short. És akkor én azt szeretném neked mindig megmondani, amikor azt mondod, hogy balra vagy jobbra, mert a kollégáimat is így próbálom önállóságra tanítani, hogy a gondolkodást, menetet, hogy sajátítsa el, hogy mi alapján, milyen információk birtokában, milyen felmérés, vagy bármi kell ahhoz, hogy eldöntse, hogy balra vagy jobbra. Nem állhat mindig ott melletted valaki, hogy elmondja, hogy balra vagy jobbra, hanem neked kell tudni döntést hozni, ezt a képességet kell megtanulnod, és az, hogy ahhoz mi kell. De ez tanulható? Hát hogy nem, minden fejleszthető. Mi az, ami nem fejleszthető? Jó, csak kérdezem. Ha abszolút. Tehát, tudod, practice makes perfect. Péter, folytasd. Hanyadik kérdésnél tartunk? Nem, én csak figyelj, fölüttem ezt a csomó kérdést, és például engem az egy, amikor a könyvben azt mondtad, vagy azt írtad, hogy te lottózol. Igen. Én ezen ki voltam. Le van akarva. Automatizálva. De úgy, mint egy, és nem akarom mondani, mint egy intelligens, okos üzletember, ha tudod, hogy mennyi az esélye annak, hogy lottózol, akkor ezt miért teszel? Már a jó érzés. Tehát, hogy most mit tudom, én elköltök 10 000 forintot egy hónapba lottózásra? Okay. Tehát az, hál' Istennek ez nem vág padlóra. Tehát nem az, hogy ilyen szerencsejáték, őrült, vagy nem tudom, mi vagyok, hanem mint egy havi 10 000 forint az, hogy így, mert erre sincs időm, tesómnak ki van, ő csinálja az ilyen dolgaimat egyébként, mert van egy ilyen szabályadva, fiat, nagy nyeremény, akkor 2 szelvényt fogadsz, a kis nyeremény csak egyet, ha Joker, mint a 500 millió fölött a köz, ez meg megvan. És akkor mit elkölt 2000 forintot, hogy minden héten megjátsza, random számokkal, így ez nem is kell nekem foglalkozni, csak pár havonta feltöltöm az egyenlegemet a szerencsejáték RT-nél, és akkor ezt megcsinálja, nincsen vele semmi dolgom, ha nyerünk, akkor marhára örül mindenki. Egy jó érzés, hogy így mindig ott van valami, hogy egyszer csak így jön. Egy csomó pénzt. Azért kérdeztem, mert tudod, statisztikailag az esélye, hogy nyerjél a lottón, az nagyon kevés, de hogyha legalább már egy számjaint veszel, mint te, akkor már legalább azt tudod mondani, hogy megvan az esélye. Hogyne, hát nekem semmi ízé, hogy mondjam, ez az egyetlen, hogy mondjam, káros szenvedély, tehát sose ittam, kábítószereztem, cigiztem, semmi ilyet nem csináltam, hát szerintem mindenki más többet költi ereményen. Tehát akkor legalább lottóra költöm. Tudom, pont a Norbi mondja azt, hogy a hülyék adója. Valahogy, igen. De hogyha már a hülyék adójáról beszélünk, akkor itt egészen más, ugyan Amerikában lottó, mert ha itt megnyered most éppen amennyi van, megnyered, abból nem kapod meg az egészet, és azért is kérdezem a lottót, mert te azt mondtad, ha megnyered a lottót, akkor mire költenéd? Ezt majd az emberek meg tudják tudni a könyvből, hogy te hogy költenéd el a pénzt. Nekem erre van egy saját metódusom, hogyha akarod, akkor most elmondom neked. Nem akarja. De hogy akarja? Na, akkor beszéljük meg, ha megvan a lóvéd, de sokkal hatékonyabb, addig mit hűködik. Okay. Szóval a metódust, az közben velem is, szóval itt ez a metódus. Na, ott közben. Opa. Szóval megnyerted a egymű... De nem raktad hozzá a magyarok kedvéért a lényeget, hogy ugye dönteni kell, hogy vagy megkapod egyszerre a lóvénak a felét. Akkor várjál. Ja, akkor várjál. Jó, mert okay. Ez egy fontos momentum. Oké, okay, akkor hallgass végig. Szóval megnyerted az 1,6 milliárd dollárt, a Powerball jackpotot, és most te 10-szeresre nőtt a baráti köröd, persze. Dehogy is. Hát egyből összes kontakt. Persze. Okay. Új telefon. Hát 40 év fölött azért már az így megy. Okay. Szóval először döntsd el a kifizetés mértékét, mert évjáradék, vagy egy összegi kifizetés, ha évjáradék, akkor 55 millió dollár évente 30 éven keresztül. És senki nem fogja neked megmondani, hogy 30 évig fogsz élni, vagy nem, mert valószínűleg, van, hogy nem. Ezért az egyszerű kifizetést kell választani. Akkor viszont keveset kapsz, akkor megkapsz abból 782 millió dollárt. 2014 óta senki nem választotta a Powerball nyereménynek az évjárati opcióját. És most jön a legrosszabb rész. Igen. Ha befekteted, akkor jobban jársz, mint hogyha itt 30 évre. Igen. Ha tudod kezelni a pénzt. Igen. Ha nem tudod kezelni, akkor 30 év. Igen. Most jön a legrosszabb, és különben úgy is el tudják veszteni, hogy a 30 év már akkor elvesztik azt az évjáratot különben. Na mindegy. Szóval most jön a legjobb szar, a rész az adó. A szövetségi adó, ez persze nem tudom magyarul, a szövetségi adó az IRS 24% adót tart vissza, továbbá 13%-at kell kifizetni bejelentéskor, tehát a szövetségi adók után a jövedelmet 39 millió dollár évente, az egyösszegi kifizetés
fizetésnél ez 583 millió dollár. Az állami... De várjál, de ez most még nem mond semmit ellen, az adónak minden bevétel után van adó, kész. Igen, oké, okay, csak várjál. De nem de azt hogy... mondod, hogy 700 akár, vagy nem tudom, én okay. Nyertem, hanem 583, okay. Kész. Oké, okay. De itt úgy azt mondod meg, hogy 1,6 milliárdot keres, és akkor megmondod, majd meglátod, hát, mennyit kapsz belőle. A kereseted is bruttó, meg van nettó, ami okay. Megkapsz. Na. Lapozzál akkor, Péter, tovább, van még. Állami adók, attól függően, hogy hol élsz, amelyik államban itt fizetsz, például ha New Yorkban élsz, akkor lottomennyi 8,82%-a adót kell befizetni, plusz bejelentéskor még 10,9%-ot, a járadék akkor 28 millió dollár évente, vagy egy összegűnél 400 millió dollár. És itt jön az, amit te mondtál a könyvben, én így fektetném be a pénzt. Szóval 400 millió dollár nyereményt, 150 millió dollárt Vanguard Total részvényekben, 150 millió dollárt Vanguard Total kötvényindexben, szóval az egyik a Bund, a másik az pedig a Stacks, és te tudom, hogy Stacks-ol, akkor 50 milliót kereskedem és lakóingatlanokban, 10 millió dollárt készpénzbetétben, és 40 millió dollárt pedig játékpénz. Ezt majd mindjárt elmondom erről. És a részvény, kötvény, és ezek is mind ilyen konzervatív dolgok. A részvény és kötvénypiaci befektetésnél lehetővé kell tenniük azt, hogy évente 3%-ot vegyél ki benni, annélkül, hogy valaha is kevesebb legyen a pénzed, és azt tudod, az elég konzervatív, mert sokkal többet, de ha csak 3%-ot veszünk, akkor 750 ezer dollár havi jövedelmed van. Ha ingatlan befektetés, ugyanaz a 3%, ami szerintem ez sokkal több, de akkor 125 ezer dollár az eredmény. Erre két dolgotok mondani. Igen. Ez a legnagyobb problémád. Okay, másik de... meg, hogyha nincs pénz, az a baj. Ha van pénz, az igen, a baj. Ez is már szóval, akkor itt van. Szóval akkor a végén van 400 millió dollárt, amit eltapsolhatsz, hogy megünnepeld a szerencsét. Vagy 40 millió dollár, és ez mellett még van 900 ezer dollárod, amit havonta elköltött. Azért ebből ki lehet jönni azért. Egyébként látod, mennyivel jobb Magyarországon élni, mert itt nincsenek ilyet. Hát, tehát csak befizeted az esziet, azt hello. Ennyi. Hát kész. Ja. Hát, de ott van 1,6 milliárd? Micsoda, 28,29 milliárd euró. Hoppá. Brutto. Hoppácska. Oh, hoppá. Na, mi van, Márjá, már kezdem, akkor Petikém. Ott már kétszer végyel fogadsz. Petikém, tehát, ja. És ott nincs olyan, milyen államban laksz meg, ja, hol laksz meg. És nem ilyen. A felét adják oda, hanem csak a nettó részét, ami jóval több, mint a fel. De... És után futsz. De én. Viszont neked a a barátok száma nő. Ja, de azt mondom, hogy sokkal többet. Telefoncserész is itt hívhat, akárki. Ja. Ja. Ez úgy fognak történni, mint amikor a Béla, vagy nem tudom, hogy megnevezek az embert, a te rendszergazdád. Igen, a könyvben. A könyvben, volt, nem volt a rendszer. Volt. Igen, egy kollega. Igen, és utána azok a kliensek föl se vették neked soha a telefont. Neked is ezt kell csinálni, ha megnyered a lottót. Ja, egyébként nem, ezt egy viccből mondom. És nyilván biztos lenne olyan, aki így megtalálna. De most őszintén most is megtalálhatna, és nem találnak meg. Szerintem ez már nem annyira mai déla. Mai naptól kezdve ki tudja, hogy a Peti hányszor fog hinni, meg az én is, se csak fussunk már össze Ákosra. Igen. Hát figyelj, ez nyilván sokféleképpen be lehet fektetni, meg el lehet verni, nyilván mindennek van helye, hogy kicsit ennek is adsz enni, annak is adsz enni. Én amúgy jó szívű vagyok, tehát hogyha makem van elég, vagy jut elég, marad elég, akárhogy nevezzük, akkor nem bánom, hogyha... Az én esetemben tudom, nem vagytok rá kíváncsiak, az van, hogy az én párom is Judy, csak nálunk az lenne, hogy szévelve lenne minden egyes bevétel, meg minden egyes pénz is, és jó, most kapok hetente, mint tudom, 10 dollár, de lehet, hogy akkor kapnék 100-at. Hát nem amelyebb vagy. És akkor csak egy másik nyeremény kell, és akkor másszák 700. De igaza van különben, hogy a Juditnak ezzel kapcsolatban. De én meg szeretek élni, az a baj, tudod? Tehát, hogy én hát meg akkor szórom. Akkor egy 20-ast azért még hozzá. De ha majd elolvasod a könyvet, ez is benne van, hogy Péter, nem az a gazdag, én elolvasom. Okay, nem az a gazdag, akinek olyan sok pénze van, hanem aki megtartja, ugye? Vagy ezt inkább te mondjad? Hát, hát többféleképpen meg lehet ezt a dolgot ugye közelíteni, de hát alapvetően ugye az a gazdag, akinek jóval több a bevétele, mint amennyit költ. Tehát mindig erről van szó, hogy tudjuk-e kontrollálni a pénzt, tudjuk akár a lottonyereményt, a fizetést, az akármit. Ugye most is volt a hírekben, hogy egyszer egy házaspár, nem tudom, 8 évezett, megnyert valami 600 milliót, és mára már el is verték, ugye.
azt hiszem hajléktalan volt, hogy nagyon sokszor benne voltak a tévébe, BMW-t vettek, házat vettek, vettek olyan dolgot, ami kell, nyilván, meg csomó olyan dolgot, ami nem kell, de a lényeg az, hogy a seggére vertek a pénznek. És hogy alapvetően a vállalkozásban is marhára fontos a gazdálkodás. Tehát, hogyha valaki azt szokta meg, mondjuk akár alkalmazottként is, hogy mindig egy picivel többet költ, mint a keresete, a lottónyereményt pont ugyanezzel a logikával fogja elverni. Az ilyen embernek hiába adsz fizetésemelést, mert akkor, ha több pénzt adsz neki, akkor még nagyobb tévét vesz, amire nincsen szüksége. Tehát mindig ezt szokja meg, mindig ezt a határt feszegeti, és a gazdag és a szegény között az a különbség, hogy a bevételénél mindig kevesebbet költ a gazdag, ergo félretesz, tartalékot képez, tud gazdálkodni. A szegény ember bármennyit keressen, mindig többet költ, mint ami a bevétele. Tehát ez fejben dől el egész egyszerűen. Ez persze nyilvánvalóan, hogy keveset keresnek. Miért keresnek keveset? Ugye ez is egy kérdés, mert hogy hát nem menjünk bele, de hogy akik keveset keresnek, nem jönnek ki a pénzükből. Nyilván vannak olyan helyzetek, amiben tényleg nem is lehet kijönni. De kell tenni érte, hogy mert én is ilyen lettem volna, én is ilyennek készültem a Újpesten, hogy az, aki sosem jön ki a pénzéből, de hogy kell azért tenni, hogy utána úgy tudjam csinálni a dolgokat, hogy kijöjjek a pénzemből, és amikor már ezt a szintet elértem, akkor tudatosan én ezt a elméletet, na ezt viszont tényleg már egy ilyen tréningen tanultam, de még 2000-ben. És mindig az volt, hogy tegyünk félre 10%-ot, legyen meg, és hogy minimum 3 évre legyen tartalék az embernek, akkor, hogyha teljesen lenullázza a bevételét. Tehát 3 évig ugyanúgy tudjon élni, mint idáig. És ehhez gazdálkodni kell, és ezt a tartalékot. Na most ugye a legkönnyebb alibit gyártani ahhoz, kifogást hogy hozni, miért hogy miért ne, hogy miért nem keresek annyit, hogy. Én se kerestem mindig annyit, hogy ne tudtam volna alibit csinálni, de ahelyett inkább azt mondtam, hogy valamit nem veszek meg, amit mondjuk meg tudtam volna venni, hanem inkább félreteszek. És azért 20 év alatt, mert ugye azóta, vagy hát most már 23, akkor már 2000-ben hallottam, ugye mindig nagyobb összegeket, vagy különböző összeget, meg attól függ, hogy milyen helyzetben volt, ugye a gazdaság is, akkor már hány gazdasági válságon mentem keresztül 23-4 év alatt. Marha nagy magabiztosságot adott, mostani is egy olyan válság, de mondhatjuk a Covid-tól kezdve, meg nem csak ilyen válságok vannak, ilyen nagy, globális, mindenki is által ismert, hanem vannak belső válságok is, bármitől lehet az életedbe, családodba, cégedbe, rengeteg kihívás van folyamatosan, amiben különböző fajta típusú és mélységű válságokat élhetsz meg, és hosszúságú válságokat. Sál Istennek pontosan a tartalékképzésnek köszönhetően, ezen mindig sokkal magabiztosabban mentem bele ezekbe a válságokba, most is, mert hogy most is egy ilyen valamilyen válság van Magyarországon, kibontakozó. Ilyenkor az a legrosszabb, hogy nem tudjuk, hogy hol vagyunk éppen. Tehát, hogy ez meddig tart, milyen mélyen vagyunk, és hogy most túl vagyunk rajta, vagy nem. De hogy magabiztosabban tudtam belemenni, mert hogy van tartalék. És ez rengeteg mozgásteret ad mindenféle szempontból az életben, a céges életben, stb. Stb. És hát egész egyszerűen csak annyi, tehát nem kifogást kell hozni, hanem kivitelezési tervet. Erre két dolgot tudok mondani. Egy, hogy te ismered a Doki Havaromról, mindig beszélek a Doki Havaromról, aki nagyon-nagyon gazdag. Ő mindig is azt mondta, bármi van, 10%-át a fizetésednek tedd el. Hogyha 100 dollárt keresel azon a héten, akkor 10 dollárt tegyél. Ha 100 000-et, akkor 10 000-et. És a másik pedig, ez is egy, most megpróbálom az amerikairól lefordítani, hogy ugyanez van, hogy van két haver, mennek az utcán, azt mondja, te haver, hogyha neked lenne 100 tehened, a felét neked adnám. Szóval persze, ha van 100, persze a felét neked, a 50-et neked adnák. Mennek tovább, azt mondja, te, ha lenne 40 csirkéd, a felét nekem adnád? Te, haver, ha lenne 40 csirkém, 20-at biztos neked adnák. Mennek tovább. Te, haver, ha van neked 2 disznód, az egyiket nekem adnád? Vasz meg, hát nekem van 2 disznóm, ne csináld már velem. Igen, tehát, hogy akkor. Ja. Várjál, csak ezt azt szeretném erre mondani, hogy mindenki a saját szintjén nyomorog. Tehát azt hiszük, hogy azoknak az embereknek, akik feljebb vannak nálunk, azoknak nincsen problémájuk. Hát dehogy nem, van a saját problémájuk, ami aki alatta van, azt mondja, hogy bárcsak nekem is ilyen problémáim lennek. Igen, de aztán nem úgy éled meg azon a szinten, de mint ahogy
mint ahogy a te saját szinted alatt is vannak emberek, akik ugyanúgy álmodnak a te életedről, és te is nyomorogsz, hiszen tudod, hogy nyomorogsz valahogy a te saját realitásodban, igen. Problémák vannak, stb. Tehát egy másik szinten vannak ugyanolyan súlyú dolgok. Vagy hát ahogy te megírod, a saját realitásodban. Úgyhogy igazából igen. Tehát, hogyha tényleg 10.000 forintot keresel, akkor 1.000 forintot el kell rakni belőle. Tehát mindig ahhoz, hogyha akarsz, elő akarsz lépni, aki akarsz törni ebből a spirálból, vagy ebből az állandóságból, vagy a kilátástalanságból. Különben nem sikerül. Viszont egy idő után, ez nem lesz rövid idő, de hogy egy idő után viszont elkezd felépülni ez a sztori, hogyha megvan az a józanságod, az a fegyelmed, hogy ezeket be tud tartani, egyébként ennyi az egyszerű szabály, akkor ezeket csodát lehet csinálni. Disciplined, emlékszel? Disciplined, igen. És pont ez van a postán is, hogy nekem automatikusan ott van az a bizonyos százalék, tök mindegy, hogy most azt mondom, 15% az elmé. Én nekem, amióta ott vagyok a postán, nekem majdnem mindig ugyanaz a fizetésem 20 év óta, mert én tudom, hogy nekem ennyit kapok. Most, hogyha elmondom, ez nem is ne mondom, nem mondom, mennyit kapok. Nem mondom, elkezdenek irigykedni. Magyar postások meghallják, hogy mennyit kapsz. Nem. Tömegesen jönnek. Figyelj, szolgálati autó, szolgálati lakás, meg a 16. havi fizetés. 97 óta mindig ugyanaz azért, mert hogyha egy kicsit többet kapok, akkor elteszem, tudod, a takarékba. Péter, 9 éve ismerlek. Kérdeztem már tőled, hogy te 17 vagy 19 éve ugyanazon az útszakaszon jársz, vagy mindig beosztanak máshová? 25 éve. 25 éve vagyok postás, igen. És most már én vagyok ott úgy, mint a senior, vagy a legidősebb ember, szóval nekem van most a legjobb utam, és ez most, hogy a legutolsó ember elment. Van ilyen, az, legjobb az... út? Igen, mert fél... Hosszú utca, kevés házzal. Igen, pontosan jó, az van, hogy... Ekkor tudja hallgatni a kevés, kevés emelet. De emelet, viccesz, gyújtsőzik, csak izé. Nem tudom. Nem, okay. Akkor kevés pince. Ezért tud nem sokat telefonálni, napi 4-5 óra hosszát, hogy mindenkinek, az a felé Magyarországra is, ezért tud könyveket hallgatni, ezért tud variálni, ezért és nem is tudod, hogy milyen fontos pontra tapintottál rá véletlenül, mert hány olyan ember van, akinek olyan munkaköre van, ahol ezeket mind megtehetné. És nézd meg, hogy mit csinálnak, tévét néznek, semmit nem csinálnak, játszókáznak a telefonjukon. Tehát a kevés embert hallasz, látsz, vagy nem tudom, vagy érzékeled azt, hogy ő podcasteket olvast, hallgat, mit tudom, hogy mit csinál. Tehát, hogy értelmesen tölti el azt az időt, ami... Tehát, hogyha én ilyen munkát csinálnék, biztos, hogy ilyeneket csinálnék, és tökre örülnék, hogy ilyeneket tudnék, mert most ilyeneket nem tudok. Tehát egyszerűen nincsen rá időm, tehát, hogy mennyi könyv tornyosul ott a éjjeli szekrényemben, amit most tényleg kiolvasom. Uh-huh. És van olyan időben, olyan életfázisom, amikor kevesebb munkám van, de amióta Amerikában vagyunk, 3 éve azóta ilyen nem volt, hogy nincsen életfázis, tehát hogy napi 16 órát dolgozom, 14-16 órát dolgozom, szombat, vasárnap is. Tehát ez egy kemény melló, amit itt, tehát kemény, mindenki tudja, aki Amerikában él, vagy már valaha. De még Magyarországon is kialakítani egy senkiből, mert hogy oké, hogy Magyarországon a céljunk az 90% feletti piaci részesedéssel rendelkedik, tehát hogy így abszolút piacvezető. Ez pont annyira jó hír, mint amennyire rossz, mert hogy oké, hogy piacvezetők vagyunk, amit azt egyébként nehéz az elsőséget megtartani, de nincs tovább. Tehát nincs szintlépés. Ezért is jöttünk egyébként Amerikába. Nem úgy választottuk, hogy új lábot, mert mindenki szeret több lábon állni, hogy mit tudom én, kezdünk valami másik szoftver gyártásával, amihez közünk nincsen, hanem amihez értünk 20 éve, azt akkor Amerikába elhozzuk, aztán lesz, ami lesz. De mindenünk, ami van Magyarországon, a helyismeretünk, a kultúra, az üzlet, az ügyfelek, a mindenünk van, annak az ellenkezőjég az Magyarországon, semmi nincs. Nincs nevünk, nincs. Már Amerikában. Amerikában úgy. Tehát Amerikában az ellenkezője. Tehát, hogy oké, van hátterünk, tapasztalatunk a témában, minden, de effektív Amerikában, mint egy startup lennénk, a nyelvismeretünk sem, nem is vagyunk itt. Tehát, hogy most azon kívül, hogy én próbálok két havonta itt lenni, amúgy Magyarországra futtatunk mindent, a kultúra, a hely, tehát ez sok minden átjön az interneten, de minden azért nem. És tehát az ellenkező igaz, tehát mindent fel kell építeni a nulláról egy Amerikában, egy olyan helyen, ahol egyébként azt nézem, hogy most így a konkurenciának durván ilyen 10 millió felhasználója van. Az én tapasztalatom szerint 10 emberből 8-nak fogalma nincs, mi az útnyilvántartás azok közül, akiknek kéne, hogy legyen, tehát kb. Ez egy 50 milliós piac.
Na most 10 éve vannak itt rohadt nagy és nagyon ismert és kemény és jó minőségű konkurens cégek Amerikában, és amikor elgondolkoztam, hogy basszus, ezek 10 év alatt, 6-8 ki hogy, 10 év alatt nem tudták eljuttatni annak az 50 millió embernek, a másik 40-nek, mert akik nem felhasználójuk ezt az információt, hogy kéne, akkor úgy, hogy több 10 millió dolláros marketing büdzsével dolgozza. Akkor mit csinálnak? Ne csinálnak, mert meggyőztek 10 millió felhasználót, de még ott van legalább 40. És hát, hogyha ők több 10 millió dolláros marketing büdzsével ezt nem tudták elérni, akkor ezek sokba fog kerülni, hogy ezt a másik 40-et mi érjük el. Yeah. Szóval ez egy probléma. De van, tehát jó hír az, hogy van piac, viszont iszonyú nagy a, hogy mondjam, tudjátok így általában Amerikában az ellenállás az új információ iránt, mert annyi az információ, hogy mindenki bezárkózik. Igen, igen. Ja. Úgyhogy vannak gondok, vannak kihívások, hál' Istennek így haladunk kőkeményen, de... De milyen jó, hogy ezt mondod, hogy hála Istennek, tehát neked ez kihívás, tehát kell ez, hogy legyen. Hát figyelj, ez most így tűnik. Mert ha sima lenne az út, azért... Figyelj, tehát ez egy olyan út, az Amerika, ez tipikusan olyan, különösen abban, annak a fényében, amit az előbb mondtam, ha negyed annyit dolgoznék, négyszer annyit keresnék, tehát ha nem csinálnám a magyar, az amerikai bizniszt, tehát csak a magyarra meg lennék úgymond elégedve, meg írnék még egy könyvet, mert most már szerintem elég soknak eladtam, tehát hogy most már egyre nehezebb eladni, mert már le van fedve a piac, hogy úgy mondjam, és kérik is, meg van is kedvem hozzá, de időm az nincsen, Amerika miatt. Szóval különösen abban a helyzetben, amikor ez van, és én azt választom, amit szerintem senki nem választana, hogy negyed annyit keres, és négyszer annyit dolgozik, azért, hogy vagy megvalósít egy amerikai álmot, vagy nem. Na most ebben olyan hullámvölgyek vannak, amit nem tudtok elképzelni, tehát nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor volt az, hogy na jó, itt a vége, elegem van, faszom ki van az egészen. Tehát, hogy ez egy ilyen biznisz, ez egy ilyen dolog, tehát, hogy ezt viccesen szokták mondani, hogy van mindenféle felmérés, ilyen Harvardi, meg nem tudom, micsoda, hogy milyen üzleti mutatók, és hogy nem tudom, micsoda, és van ilyen vastag könyvről, ahol hogy kell elemezni azt, hogy az adott üzlet milyen marketing, meg egyéb piaci körülmények között, milyen, hogy lehetne üzletileg sikeres, és mi az, amikor be kell fejezni, tehát nincs remény, de a gyakorlat azt mutatja, hogy akkor, amikor tele van a faszod. és ez így van. most akik néznek bennünket, meg hallgatnak, azt mondják, akik fogják azt, amiről te beszélsz, hogy normális. De hát ez van. Tehát, hogy most mondhatnak, amit akarnak. De nem, most érted, most a szó abban értelmében, hogy tehát, hogy tényleg otthon dolgoznál nyugodtan, keresnél négyszer ennyit, de helyett most ugye hát, jön Amerika. Melyiket szeretnénk, a magyar nyugdíjas sztorit, vagy az amerikai nyugdíjas sztorit? Tehát mindig visszatérünk ez a kérdéshez. Ez jogos. És itt van, hogy akkor megkérdezik majd, hogy normális? Igen, de hol? A tévé előtt nézik, hogy normális-e, ő pedig 2 hónapot ma Amerikában él, 2 hónapot Magyarországon, akkor elmegyünk Sydney-be, szóval akkor az ki a az előbb ugye mondtad, hogy ha ilyen munkád lenne, mint a Petinek, akkor ugye te is hallgatnál ilyen podcasteket, meg különböző hangoskönyveket, meg tennél érte dolgot, és akik ilyen munkáikon is nem ezt hallgatják, hanem AC/DC-t, vagy játszanak, vagy tök mindegy. Annak is megvan az ideje és helye, csak erről van szó, hogy ezt nem lehet, hanem hogy mi az arány. Csak én azt akarom mondani, hogy ezek az emberek szoktak a legjobban puffogni, hogy milyen szar az élet, hát, mondanám, hogy így is eltelik az idő, meg úgy is. Ja. Szóval, és nem mindegy, hogy mit hagysz magad után, magad mellett, és hogy töltöd el az idődet. És igen, ez egy kemény. Ez az amerikai sztori, egyébként van egy ilyen zárt csoportom, ahol minden évadokban van, úgy hívják, hogy partra szállás. Már a felkészüléstől elkezdtem egy zárt csoportban ilyen videókat csinálni, meg mindenféle posztokat, hogy amit éppen megélünk ezzel a partra szállással kapcsolatban. Uh-huh. Vannak olyan videók benne, ahol sírok. Meg nem egy, nem kettő. Nem egy, nem kétszer azt mondom, hogy na jó, most már tényleg, amikor a faszod ki van. Uh-huh. Tehát, hogy így konkrétan nem lehet. Ez fejezi ki a legjobban, hogy mi az adott helyzet. Tehát ez egy olyan hullámvölgy. Az egyik pillanatban totál boldog vagy, mert lett egy új ügyfeled, kaptál olyan visszajelzést, hál' Istennek egyre több ilyen van, de bármikor, bármelyik pillanatban történhet egy olyan, hogy azt mondod, hogy ezt nem viszed el. Uh-huh. Tehát, hogy állandóan építkezel, iszonyú energiát raksz bele, és akkor utána jön valami olyan, bárhonnan, szó szerint Amerikától Magyarországig, hol a törvényekben, hol egy munkatárs, hol egy bármi, valami változás, ami elkezdi visszabontani alulról a téglákat, és így dől a fal, és azt mondod, hogy hát egy évig építettem, és most kezdhetem előről, meg nem tudom. Tehát, hogy ez iszonyú sok, és amikor azt mondod, hogy tehát vannak olyan, amikor azt mondod, hogy jó, hát ez elég volt. Ákos, jó sokat beszéltünk, lesz második kiadás is ebből is, szerintem. Komolyan azt mondom, és az
másik nagyon, ami megfogott engem, hogy leesek a földre és fölveszek onnan valamit? Hát, hogyha leküldenek a földre. Leküldenek, volt, ja, bocs. Hát sokszor igen, úgy állok föl, hogy ott fel is veszek, igen. Onnan felveszek. Én mondjuk valami. A protkómat tudnám fölmenni a földre, de akkor ezek szerint hasznos dolgot, szerintem zárjuk ezzel, jó? Nagyon jó, hogy itt vegyünk voltál. Fel a földre mindig valamit. Mindig valami, figyeljük, mikor lekerültünk a földre, nézzünk körből, mi van a földön. Ja. Igen, mert a másik mondás is volt a könyvben, hogyha nem az, hogyha lekerülsz, az a lényeg, hogy tök mindegy, hogy leütnek, de fölkötjük. Fel tudjál állni, igen. Tehát, hogy ez egy fontos, hogy meglegyen, ugye, ugyanúgy, ahogy meglegyen a pénztermelési képességed, ugye ezt akkor tudod megtartani, hogyha megvan az a képességed, hogy mindig fel tudsz állni, fel akarsz állni, és hogy hiába ütnek, és hiába próbálkoznak, hiszen ez a dolga mondjuk akár a konkurenciának, akár a rossz akaróidnak, akik mondjuk jó akaró bőrbe vannak csomagolva éppen, ki tudja. Tehát, hogy neked ez a dolgod, ezeket intézni kell, és fel kell akarnod állni, meg kell hozni ezeket a döntéseket, és fel kell tudni állni, állva kell maradni, és azon kell dolgozni, hogy vissza tudjál ütni, ha úgy tetszik, és hogy minél kevesebb szer tudjanak leütni. Ákos, sok sikert az életben. Még remélem, köszönöm, hogy találkozunk. Szépen. Sőt, bízom benne. Hát bízunk, hogy beindul a New York-i bizniszünk is, és akkor itt már lesz egy New York-i irodánk, ahol kénytelen leszek állandóan idejárni. A következő műsorunk a következő műsorunk pedig nem olyan soká kezdődik, hiszen Ákosnak a feleségével beszélgetni, hogy viselte el ezt a 30 évet, és hogy mit szándékozik tenni 30 év múlva. Amerikai nyugdíjasként szeretné tengetni az életét. Freudá, te is erre szavazol? Most kamerák sajnos téged. Balatonon. Te a Balatonon? Tényleg? Otthon magyar. De meg lehet csinálni azt is, hogy egy amerikai nyugdíj a Balatonon, nem? Hát az amerikai nyugdíjunk valószínűleg úgy klasszikus értelemben nem lesz, hiszen igen, miért, nem értem, miért lenne itt nyugdíjunk? Lehet. Hanem, hát úgy, hogy azt a bevételt teremtsük meg, hogy úgy tudjunk viselkedni, mint az amerikai nyugdíjasok. Egyébként nem kell kem hajó se hozzá, tehát hogy én hajó nélkül is el vagyok. Amerikai nyugdíjas hajó nélkül. És ráadásul a Balatonon, igen, de néha azért legyen Floridában is egy ház, hogyha a európai snowbirdök tudjunk lenni. Akkor várja most a hajóról csak még, hogy mi a definíció a hajónak. Egy olyan... Mire gondolsz? Igen, hogy egy olyan lyuk a vizen, amiben csak dobálod a pénzt. Ja, nyilván valószínűleg igen, de én nem vagyok így effektív hajó ellenes, hanem egész egyszerűen én nem vagyok annyira hajó barát, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy én arra a pénzt. A Norbinak például van, nagyon szívesen megyek, nekem egy évben. Ez a legjobb. Nekem egy évben kétszer elég. Tehát nekem annyi elég, hogy elmegyek, és tehát ennyi. Ez ugyanaz, mint a medence, hogy tök jó, hogyha barátodnak van, nem kell tisztítani, nem kell chemical. Na, ez nem is beszélve, hogy ez a nagyon takarékos. Na, adj egy totál képet. Oké. Köszi, Péter. Okay. Akkor búcsúzzunk, találkozunk jövő héten. Barazsi Ákosnak köszönjük szépen, hogy itt volt, kedves feleségének is, akit nem láttunk, de hallottunk többször, okay, leginkább fölkapta a fejét a pénzre. Kalambó felesége. Nem mondjad. Mindig mondom, az kész. Oda. Tehát a barazsi.hu, ugye az a könyvnek ide, a címe? Barazsi.hu. Barazsi Y-nal, nem ível. Jó, úgy, mint a nevem. Egyébként pont úgy, mint a nevem. Uh-huh. Van egy ilyen domain név, hogy barazsi.hu, tudjátok a könyvet. Ha pedig arra kerestek rá a YouTube-on, a TikTokon, akár az Instagramon, de főleg a Facebookon, hogy Barazsi Ákos a bevétel erősíti a szabályt, de a bevétel erősíti a szabályt, az már elég, akkor én jövök fel azzal a... Az, hogy egyébként a Facebook oldalon megy a legtöbb, tehát ott van a legtöbb videó, a legtöbb követőm, legtöbb komment, legtöbb letiltott kommentelő. Minden. Tehát a bevétel erősíti a szabály oldalon tudtok engem követni. Ő már nem tud több ismerőst felvenni. Azt írják, hogy ő már nem tud több beszólót letiltani. Beszólók azok nem. Hát nem kell. Na, ja, hát nem erre, hát indexre nem van szükség rájuk. Nem jó a közönség. Volt annyi jó sor beszólásod, hogy hihetetlen. Ákos, köszönjük még egyszer. Akkor egy kis statisztikáról beszéljünk, hogy a nézőknek a 90%-a nincs feliratkozva a csatornánkra, szóval ha te felemeled a kezedet ide, akkor itt lehet lájkolni, igen, ott lehet majd lájkolni, akkor lesz is lájkoljátok a channelt, ha pedig ide, akkor pedig itt ebbe a playlistába. Másik oldalra. Igen, a másik oldalra. Ebbe a playlistába pedig jó kis videókat találtok, nagyon jó riportokat. Nézzétek, találkozunk jövő héten. Jó.